Ez a Best of Morning Show. Hogy működik az, hogy te gyermekedet, ha te elengeded moziba, akkor tulajdonképpen bármit megnézhet. Ugye most van ez a nagyon felkapott, számomra egyébként teljesen közhelyszerű és dögunalmas szürke 50 árnyalata. Ami óriási siker Amerikában, könyvből hatalmas siker lett, és most megcsinálták a film változatát. Hát mindenki, aki ezeket nem éli ki, nem éli meg, és 40 pluszos, és nincs tartós kapcsolata, az most ódákat zengerül a könyvről. Aki csinálja, az pedig azt mondja, hogy Jézus Mária. Micsoda, mekkora baromság. De hogy mi... Totálisan gagyi a sztori. Igen? Nagyon, hát az egész nagyon, nagyon. Hát az, hogy van ugye egy milliárdos fiú, aki önerőből lett ilyen nagyon gazdag, meg egy titkárnő, aki ugye kicsit szürke, és akkor az ő szerelmi életük. Az ő szerelmi életük, és mindenféle durvaság, ami ebben benne van, de nem is akarom kifejteni ezt a dolgot. Aki ismeri ezt a könyvet, az úgyis tudja, miről van szó, vagy a filmen. És van ennek a családnak egy 13 és fél éves gyereke, aki leányzó, és ők elmentek a barátnőikkel moziba. És azt mondták otthon, hogy moziba mennek. És anyuka lehet megnézni. Mit néztek meg? Elmondták, hogy mit néznek meg. Nyilván biztos, hogy azt mondták, amit megnéznek. Majd simán egyébként, átverekedve magukat a jegypénztáron, egy ilyen 13 fős, 13 éves lánytársaság vidáman megváltotta a jegyet erre a filmre. És beültek, és megnézték. Milyen korhatáros a film? Hát ez 16, 18, 16-os? 18-as szerintem. 18-as, na most én nem vagyok se prűd, se azt mondom, tehát tudják már a 13-14 éves tínédzserek, hogy miről van ott szó. De azért ott van szó olyan dolgokról is, amit még nem biztos, hogy minden 13 éves tud. Nem? És ért. Tehát az együttlétek egyfajta durvább kifejezés módja. Finoman fogalmazok. Hogy ez ilyenkor kinek a felelőssége, vagy hogy tud beülni egyébként 10 darab 13 éves? 13 éves. Szerintem egy ilyen filmre. A jegykiadónak a felelőssége elsősorban, és utána pedig annak, aki beengedi a moziba. Tehát két szűrőn is átmész. Most azért tudjuk, hogy a mai 13 éves lányok már tudnak úgy kinézni, mint hogyha 22 lennének, és túl lennének mindenen. Tehát egy kis smink, meg egy olyan öltözet el tudod hinni, hogy már elmúlt 18. De azért ez mégis durva, hogy 13 évesen beül a gyereked és megnézi. Igen. Én értem, hogy persze a szülő, oké, kérdezze meg, mire megy, de a gyerek nem biztos, hogy megmondja, nem? Vagy lehet, hogy elmennek moziba, de nem tudják, hogy mit néznek még meg. Vagy nem volt jegy, amit tudom, Pocahontas 4-re. Hát az másik, kicsit másik véglet, igen. De hogy ilyenkor, mert én emlékszem, hogy régen, amikor mi be akartunk ülni olyan filmekre, mint amilyen Poseidon katasztrófa, amikor én gyerek voltam, hát úgy rúgtak ki a moziból, nem lehetett, és olyan szigorúan nézték azt, hogy te hány éves vagy, és kértek el, mit tudom én, nem tudom, személyigazolványt vagy bármit, hogy a fenébe ülnek, mint a 5 darab 13 éves gyerek a szürke 50 árnyalatára. Hát azért ez kemény. Hát vagy nem? Megvetetik valakivel a jegyet. Az is elképzelhető, hogy van egy felnőtt ismerős a csapatban, aki odaáll, és akkor tőle nem kérdezik, ő kikéri a 6 jegyet, és akkor már csak egy szűrőn a jegykezelő fiún vagy lányon kell átjutni. Tehát ez lehet a megoldás, vagy egész egyszerűen senkit nem érdekel az, hogy te hány éves vagy, amikor moziba mész. Ami a 18-as karikánál, mert egy 12-eset egyébként, ha egy 11 évesen megnézed, szerintem ott még nincs olyan katasztrófa. De akkor most 18-as karika, az meg komoly. De mostanában a gyerekek arra ülnek be, amire akarnak. Szerintem igen. Vagy hát ebben az esetben egész pontosan ez történt, hogy nagyon nem kérdezte meg tőlük senki, de valószínűleg a legtöbb helyen ugyanez van. Mondjuk kevés a 18-as karikás film, tehát 12 meg 16 ez szokott lenni, ez most 18-as, legalább itt oda kéne figyelni. Mert mondom, a 12-es ez tök mindettől, a 12-est azt arra adják, hogy az alatt a kor alatt még a fejlődést nagyon befolyásolja. Hogy lehet, hogy nem jó. Igen, így van, nem jó, mert erőszakos jelenetet tartalmaz. A 18-as karika az már nem vicc. Szerintem ott nagyon oda kéne figyelni. Mert igen, ugye az volt, hogy álltak a bent ugye emberek a jegyszedőknél, tényleg te mentél gyerekként, és ha a szülővel mentél, akkor is megkérdezték, igen, hogy a gyerek hány éves. Ez valahogy régen nagyon szigorúan szankcionálták, nem? Hát tényleg én emlékszem, hogy ott álltak a szüleim, hogy bemenjünk, ne menjünk, és engem nem engedtek be, aztán persze nyilván ott hagytak be, mert beültek, addig még ültem a ruhatárba. Hogyha fölakasztottak, gondolom, egy ilyen váltfára. Beadtak egy bilétáért, fölakasztottak, és ott ültem. Balázs, csak másfél óra, kibírod. De hogy azért ez durva. Én szerencsés voltam ebből a szempontból, mert ugye én mindig nagyobb voltam az átlagnál, egy kicsit, úgyhogy nagyobbnak, idősebbnek néztem ki. Tehát volt, hogy egy komplett osztálynak én vettem meg a jegyet, amikor mi még nem mehettünk volna be a moziba, ilyen 16-os meg 18-as karikás filmre. Én ugye odaálltam, jó mély hangom volt akkor, és akkor meg nagyobb darab voltam, tehát nekem kiadták. Te már 12 évesen is úgy néztél ki, mint éppen ballagnál. Pontosan. Igen, csak még a szellemi érettség nem volt meg hozzá, ez azóta se jött meg. De testileg azért én nyilván át tudtam ezen a rostán
menni, és én meg tudtam venni a jegyet, de ott jött mindig a második dolog, hogy a többieket beengedik-e. Mert tőlem nem kérdezte meg senki, hogy vagyok-e már 16, viszont a 15 éves, 14 éves osztálytársaimtól meg igen. És akkor ott ment az alkudozás, hogy á, nem olyan film, ezt tessék elhinni. És volt, hogy sikerült magunkat bedumálni, de volt, hogy eltűntek. Igen, és mondott még valamit, várjál, csak nem emlékszem pontosan, mit mondta, a diák igazolványról mesélt nekem, hogy diák igazolványjal vették meg a jegyet. Ugyanaz. Ők 13 és fél évesen vettek diák igazolványt, tehát még diák kedvezményt kértek a 10. Igen, tehát egy diák igazolvány jegyel tudták megvenni a jegyet, érted ezt? Hát figyelj, van. Hogy azért ez így nagyon meleg, hogy valami, hogy mit szeretnék? Két darab jegyet szeretnék a szürke 50-nál. Hány éves vagy? Már 9? És lehetőség szerint és előre. És hol van az anyukám beült a Costa Caféba, jót egy kávét, addig átment, vásárolt, addig elegedett 2 órára. Hogy hívják az öcsédet? Péter, hány éves? 8. Szeretnénk beülni a szürke 50-nál. Jól van, mutassátok a diák igazolványatokat. Beültek a diák igazolványa, odaadják, és beülnek, és megnézik ezt a filmet? Hát azért nem örülnék, a gyerek hazajönne, és azt mondja, hogy figyelj, anya, megnéztük ezt a filmet. Miért kell fölvenni az együtt létek ez állarcot? Tudod? Miért kell az embereket megbilincselni? Hát is így csináljátok apával? Szóval tényleg nem vagyok. Vannak kérdések. Kiúzod az éli szekrény szörnyű dolgokat. Hát egy-két izgalmas. De azért tényleg a gyerek azért valamit még nem tud erről. És az még jó, hogy egy ideig nem tudja. Majd aztán nyilván olyan pasia lesz, hogy megtapasztalja, vagy mit tud, 20 évesen. De azért 13 évesen 2 darab diák igazolványa ne adják már ki a gyereknek, hogy bevenjen. Mert a diákon rajta van a születési évszám. Hát ugye, tehát ha kedvezményt akarsz, mert az nyilván főiskolásnak is van diák igazolványa, tehát ő is igénybe vehetné a kedvezményt, de azért csak meg kéne nézni. Itt merül föl az a kérdés, hogy a szülőnek vajon nem kéne ezt megakadályozni. De hogy tudod megakadályozni szülőként? Én pont ezen gondolkoztam. Hogy akadályozod meg? Hát a gyerek azt mondja, elmegy moziba. Jó, mit néztek meg? Transformers 3, mit tudom én, a Pókember 8. Hát nem tudod, hát 14 évesen azért már a kamasz nem ászott mellette. Elkecsölsz a moziba, meglesed, hogy a gyerek hova igen, veszi jegyet. Mire megy? Leselkedsz egy popcornnal az osztop mögül, és megnézed, hogy jó van, akkor most John Travolta filmben ülve, akkor mehet. És a szürke 50 árnyalatára, akkor még eléveted magad, és azt mondod, hogy eljjel, ide nem. Hát a gyerek ilyen korban már azért. Vagy mondjuk nincs jegye, és ott megalakul a társaság, 3 tini csaj, és azt mondja, mire üljünk. Hát ez legyen, nem, ez. Legyen ez. Tehát ott a gyerek már nem mondja azt, hogy jaj, nekem az anyám nem engedi be. Nem, nem életszerű, hogy te ezt leköveted mindig, és ott állsz mellette. Bemész a vetítésre, meg ezt az oszlop mögött. Tehát megvárod a, megvárod a reklámokat, mert ott még bármi lehet. És ahogy a főcím feljön, akkor, ha ez szürke 50 árony alatt, akkor... Pistike, hol vagy? Gyere haza! Állj föl, Pistike, megtalálok! És mint régen a nénik, tudod, a mozi, zseblámpával megyek. Elnézést. Nem látták a gyerekemet? Pistike, te büdös kalak! Gyere ide, te úgy megvernek! Szóval érted, te nem tudod. És azért most a szülő most elmehet a moziba? És megkérdezheti, hogy engedték be a gyerekemet? Hát na ez az. Na ez az. Na? Hogy a gyerek, nekünk mesélte a barát, hogy a gyerek hazajött, és kérdezett 3 olyat, hogy az anyának keresztbe állt a szeme. Mert hogy azért ebben a filmen történnek olyan dolgok. A felnőtt fejjel nekünk ez már azt mondott, hogy dögunalmas sztori, közhelyszerű. Ennél már jobbak vagyunk. Kielégítetlen anyukák nagyon-nagyon örülnek, és azonnal bemennek a könyvesbe, és megveszik, mert legalább könyvből elolvashatják, hogy mi nem történik az ő szexuális életükben. De szerintem ez a paliknak, tehát dream dráma. Na de mit kérdezted, hogy otthon? Hát, hogy otthon, ugye, ha hazamentél, megkérdezi, hogy mit láttál, igen, a gyerek, ha el is meséli ezt a történetet. Lány elmesélte. Na, hát szürke ötön árnyalat. Sokáig telefonálsz még itt mellettem? És sokáig? De jó. De menjünk ki nyugodtan. Tudom, hogy technikai gondunk van, szegény, igen, csak én megörülök, hogy valaki mellettem beszél közben. Menjünk ki nyugodtan, nem történik semmi. Hello, Anna! Sziasztok, jó reggelt! Figyelj, az a baj, ezzel 100-ig van igazatok, amit mondtok, hogy most bemegy a moziba, és hogy egy fiatal, hogy kerül be. Egyrészt nagyon éretnek néznek ki a mai gyerekek, erről sokat beszéltünk. Na, tehát, de ha nem... diák igazolja, hát... a gyerek, azért valaki állítsák, egy kislányom. Hát, igen. Ne vegyél már egy egyet, igen, nem? Jogos, nem biztos, hogy ránéztek arra az igaz. Jó, diák kész kiadták, de egyébként 3 héten belül úgyis fönn van a neten és letöltik, de lehet, hogy már most fönn van. Persze, tehát ezzel az tudod, a baj, hogy úgy lehet megakadályozni. Nem tudod megakadályozni, csak az ember azt gondolná, hogy van a filmforgalmazó, van a mozi, hát azért késleltessük valamit. Én aztán tényleg nem vagyok az a szülő, aki te aztán miért nézel ilyet, mert ne olvasd. Bemegy a könyvesboltba, megveszi, elolvassa. Persze. Legalább olvas. Tehát legalább van valami minimális szépirodalmi érték a dolog. Legalább a gyerek olvas, érted? 8 évesen még Harry Potter, 14 évesen szürke 50 árnyalata. Igen. Na de azért én azt hiszem, hogy nem minden a pénz, nem? Tehát, hogy én értem a forgalmazókat, meg a mozikat, meg nekik ebből bevétel van. Lehet azt mondani, hogy figyelj, nem néz, nem mentek be, menjetek másra. Hanyagság szerintem pusztán ennyit. Szerintem nem néznek rá, nagyon kevés helyen néznek rá. Vagy hogyha az egyik helyen kudarcba fullad a bemenetel, akkor majd elmennek a másik helyre. És akkor ott majd lehet, hogy azt mondják, hogy te figyelj, diák igazolványon buktunk meg. Ne vegyük elő, vegyünk, akkor dobjuk össze rá. Persze. És tele volt a mozi tinikkel.
Tele volt a mozi tinikkel. Igen, igen. Ugye, tehát kikülnek be. 50 pluszos anyukák. Akinek valami elhussant az életében. Igen, vagy tinik, mert ők barátkoznak még ezzel. Hát tele volt. Persze, ez mindig, volt figyelj, a ezek az erotika a filmvászton, ez minden korban megvolt. Tehát nekünk ugyanúgy megvolt annó a 9,5 hét, meg a, volt az a Bruce Willis Emmanuel film. Mi az Emmanuelre szöktünk be. Hát persze, Emmanuel ugyanígy beszélje. Persze, és sötét színe az a Willis film, azt hiszem, ha jól mondom, volt valami régi, vagy mit tudom, millió ilyen volt tényleg. Ami na de erotikus. Ha erotikusat akar nézni, azt most, ha megtalálja a neten. Hát, sőt, annyira megtalálja, hogy ha nem akarja megtalálni, akkor is megtalálja, így van. Érted? Így van. Tehát, hogy még kell ez is, hogy ezt a filmet megnéz, hogy ez most annyira menő ez a film? Ez most annyira menő, most igen, ez most nagyon-nagyon menő. Ez most nagy igen, siker. Igen, nagy siker, igen. Nagy könyvsiker, és akkor abból egy film. Akarja látni. Ne nézd meg, Feri, tehát ne. Köszönöm. Mindenen túl vagy. Ezek már nekem nem jelentenek újdonságot. Nem, meg annyira közhelyes. De egyébként jól mondtad, Balázs, nekem az összes olyan ismerősömnek, aki lát, én nem láttam még, de azoknak tetszik a film, akiknek konkrétan túl vannak egy válláson, vagy tudom, hogy nagyon komoly problémák vannak, remélem nem bántom meg őket, de tényleg így van. Azok vannak oda ezért a filmért rettenetesen. Hát kielégül a lelke szerintem valami olyan dologtól, amit ő ott lát a filmászon, ami... Csináltatok gyermekkorban olyat, hogy Lábújhegyen álltatok? Volt olyan a pénztárnál? Álltatok Lábújhegyen? Mi rengetegszer a tesómmal, tehát sose felejtem el, mikor beszöktünk az Emmanuelre. Kis Emlival. Tehát a tesóm ment elől, megvan, tesóm ment elől. Jó napot kívánok! Beértünk, hogy jó napot kívánok, szeretnék jönni, kettőt, az Emmanuel című borzadájra, emlékszel? Az nagyon jó, az akkor nagyon jó. Hát még nem kaptad ennyire ugye készen az erotikát, azért még Lábújhegyre kellett állni a mozipénztárnál, hogy te bejussál. Ez totáli, én a Kék Lagunára mentem. És Lábújhegyen álltunk, és úgy mentem végig, hogy ugye Lábújhegy, Kék Laguna? Kék Laguna, ugyanez, hát korhatáros volt. Persze. Bementünk, úristen, de nagy volt. Hú, majdnem megfogtak minket. Hárman mentünk, csajok, három és majdnem, igen, és majdnem lekapcsoltak minket. És olvadoztatok minket. Ott, ott a kis úszkálnak ott mesztelenül, ugye? Isten, olyan izgi volt. Igen, de hát ez minden korban megvan, hát most erre lógnak be a gyerekek. Menekültetek, tehát jött utánatok egy egykezelő néni, és akkor ti pedig futottatok, hogy nehogy elkapjanak? Nem akartak jegyet adni. Nem akartak jegyet adni elsőre, és hát innen az ötlet, hogy mi átmentünk egy másik moziba. És ott pedig és mondtad, ott hogy már pedig, ha te nem látod a Kék Lagunát, akkor átmész egy másik moziba. És átmentünk, és ott nem, ott simán odaadták a jegyet. Szóval nem egy könnyű dolog szerint. Nem. Én azon is meglepődöm sokszor mindjárt, amikor olyan 8-10 éves forma gyerekek ülnek benne, néha olyan akciófilmeken, apuka mosolyogva eszi a popcorn, nagyon örül. Az a nagyobb baj, amikor el is viszi a szülő. Nagyon örül, igen. Éppen valakit lelőnek, megerőszakolnak, és a 8 éves gyerek így, tudod, vigyél, és eszi a popcorn, azt gondolom, nem hoznád el a Benit? Nem. Ez nem? Van. Ez... nem tudod késleltetni, de azért, ha nem muszáj, ne nézzen végig 120 perc öldöklés 8 évesen, és apuka egy zacskón ácsosszal olyan boldogan ül a 2-6 éves gyerekkel, érted? Elhoztuk szórakozni a gyereket. Érted, és olyan film előzött, hogy te is így búcsúzol. És a való világ, hát érted? Te sem mersz oda nézni, tudod, takarod el a szemet. Mit csinálsz jegykezelőként, ha szülővel van a gyerek? Mondod, hogy nem jöhet be? Nem tudom, hogy kinek, hogy van a mozi policia, hogy a jegypénztáros felelősségével, vagy ha már a jegypénztáros kiadta, te már ott jegyszedőként szerintem. Minket a jegyszedők állítottak meg régen. Persze. Abszolút. De szerintem ott a pénztárnál kell, hogy megtörténjen a csekkolás, vagy kellene, de most bennült 3-20 éves fiatal csaj, nem hiszem, hogy csekkol. A jegykezelő már nem néz mindenkinek újra személyét, szerintem. Nem? Hát megfigyelj, hogy kivesszük a diák igazolványt. A sztorit most nem tudom, hogy tényleg jó, ha azzal vették akkor gáz, de odaadja egy felnőttnek a jegyet, igen. És mondjuk lehet, hogy valaki megveszi, vagy ilyesmi, tehát én láttam de már hát ilyet. Akkor kell hozzá felnőtt is, szóval akkor kell. Úgy kell menjél, hogy legyen egy felnőtt hát köztetek. Ott valaki vesz jegyet, megkéred. Én láttam ilyet sajnos dohányboltnál. Tehát, hogy kínált 3-16 év körüli gyerek is odaadták a pénzt, és bement egy ismerettel megvenni. De a korhatár egyébként mit mond, hogy nem ajánlott, vagy az, hogy nem... Tehát, hogy a 18-as az tiltó. A 12 az úgy van, azt hiszem, hogy 12 éves kor alatt nem ajánlott. Igen, hát ezt látod tévében, látod. De 18 év... Ben vagyunk, szerintem. Ott van a leírás, hogy mit nem nézhet meg egy 18-as. Tehát ami a 18-as karika az, azt jelenti, hogy nyílt szexuális tartalom van a filmben, és ezt a gyerek nem de tiltott, vagy nem ajánlott. Az oké, hogy mik vannak benne, persze, droghasználat, nem tudom, stb. Veszélyes mutatványok biztatására biztató dolgok, stb. De hogy mit mond maga, tehát mi a törvény? Igen, hogy igen, ki, igen. Hogy ha én oda megyek 13 évesen, és jó napot kívánok, és 800 egyet kérni, mert 16 barátnőmbe megyek, akkor azt mondhatja, hogy ej, neked ez nem ajánlott. Nem ajánlott. Vagy a mozinak joga van. Nem tiltott, nem ajánlott. Tehát bemehetsz? Tehát bemehetsz? Hát, nem ajánlott, igen, bemehetsz rá. Hát, ha megvetted a jegyet, akkor bemehetsz. Én nem tudom, például egy szexshopból kikergetik a kamaszt.
Igen, nem hiszem. Nem hiszem. Nem hiszem. Hát miért kergetnék ki? Igen. Nem. Hát nem, oda nem, nem, mész, ott a pénzt befizetted, megvetted a jegyet, mindentől szerintem nem foglalkoznak. A mikorunkban nem ajánlott volt, vagy tiltott? Én szerintem tiltott. Tehát bennünket nem engedtek be a 18-as hát karikás filmre 16 évesen. Igen, így van. Hát akkor mi az értelme a szabályozásnak, hogyha tulajdonképpen, hogyha nem tiltott? Hát ha nem ajánlott, hát azért oda van dobva a gyeplő, hogyha azt mondom, hogy tiltott, az talán akkor egy kicsit, mint a sex shopnál is szerintem 18-as karika az kim van, hát aztán ők kiszolgálják, nyilván kiszolgálják. Micsoda, hát a Janit még most is kizavarják, vagy diákot kérnek tőle. Persze. Öcsi, nem is jár a buziba. Öcsi, van diákod? Nem, na. Ne fantáziáljál itt, öcsi. Múltkor esetleg egy körúton megpróbáltam, nem volt nála egy személyigazolvány, ezt kizavarták, mert mondták, hogy Pistike, ne itt nézegessél. Szombaton mi is moziba voltunk, előttem a jegypénztárban egy háromtagú család, anyu, apu és egy 9-10 éves forma kislány szerette volna megnézni ezt a filmet. Ami egyébként nem annyira durva, mint ami a könyvem van, de mégsem biztos, hogy 9 éveseknek kell. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. A pénztáros kis csaj szólt, hogy 18-as korhatáros a film, tehát ott szóltak. De gondolom, hogy sértődik és felkapja a gyereket, igen. És elmegy. A 9 éves lánya beül, hát azért a lányot ugrik egyet a téridő kontinumban, még ha szerinted nem is történik annyira durva dolog ebben de a filmben. Mennyi esze van egy szülőnek, hogy egy 9 éves gyereket egy ilyenre nem elvisz. Tudta leadni, na. Aha. Nem volt, nagymama. Mondjuk, jó, ez jogos, ezzel nem tudok vitatkozni, hát, igazad van teljesen, persze. Igen. Ha a moziba mentek az előzetesnél, azt mondják be, hogy x év alatt nem ajánlott, nem pedig tilos, ez Steve küldte nekünk. Köszönjük szépen. Figyeljetek, azt írja, hogy a besorolás célja, most figyelj, a szülők és a nevelők jobb tájékoztatása a gyermekek és a fiatalok szellemi fejlődésére veszélyes vagy káros tartalomról. Tehát ez egy tájékoztatás, nem tiltás. Tehát egy ajánlás, hogyha gondolod, tarts szem előtt. Hát akkor ezek szerint beülhet, akkor viszont ne csodálkozunk, hogy kaptak jegyet. Mert akkor ezek szerint tudnak venni rá jegyet. Figyelj, durvább dolgot lát a gyerek az interneten, ha megnyitja a pucigépét. Az hát vagy egy híradóban mondjuk. Én ezt aláírom. Tehát, hogy nagyon durvának lett ez a film beharangozva, és aztán azért viszonylag szoftos lesz. Nekem voltak felnőtt ismerőseimek, akik látták, akik beszéltük, hogy mi volt benne, tehát nem annyira durva. 8-10 éves fejjel kell ezen gondolkodni, hogy kell a gyereknek látni. Ezek a korhatárok nem mindig logikusak. Tévében vasárnap reggel Hupikék, Törpikék 6-os karika, délelő Stály Judit 12-es karika. Aha. Hát ott azért érted a rántott húsnál ott a 12 alatt. Este a híradó karika nélkül. Igen. Mi is megnéztük a filmet, 15 éves ismerősöm diákkal vette meg a jegyet, és még kaját is csempésztünk be, aztán meg rossz sorba is ültünk, véletlen elkérték a jegyünket, amikor ettem, micsoda, a twisteremet, és csak megkérték, hogy fáradjunk feljebb. Tehát, hogy őket se zavarták ki. Aha. Aha. Nem zavarnak már ki, igen. Nem. Hát ez már nincs. Ez már nincs. Igen. Biztos, hogy nem. Én az Elrabolva 3-at néztem meg. A mögöttem lévő sorban apuka és anyuka 2-7 éves gyerekkel, akik nem értették a gyilkosságokat. Ez a Liam Neeson. Nos, aha, igen, ami úgy igen. Kezdődik, hogy ott fekszik a felesége igen. Vérbefagyva. Igen. Aha, menő. Igen, és a gyerekek igen. Nem értették a gyilkosságokat, nem értettem, hogy ilyen kisgyereket miért kell erre a filmre elvinni. Erről beszélek, hogy ez egy jelenség. De azért remélem elmagyarázta neki a gyilkosságokat apuka. Mert azért, ha már igen. Ott van, hát azért, na, hát remélem képbe tette. Hogy ilyenkor egyébként mi a fenét mondasz, nem? Jézus, ugyanakkor mi? Tényleg egy híradó is durvább, ha otthon bekapcsolod. Na, de azt sem nézheted a 7 éves gyerekkel. Nem. Tehát 7 éves gyerekkel nem nézheted a híradót sem. Így van. Mi a férjemmel már előnézzük a filmeket. Akármiről van szó, amit a gyerek... Előnézitek. Aha. Előnézzük, igen. Ezt előnéztél. És ezt előnéz, volt előnézés? Én... Szürke 50 árnyalat, tehát kicsit előnéztétek? Nem, én nem láttam, nem is fogom megnézni, de például volt a Demona című film, ami igen. Angelina Jolie-val, ami a mi az Csipke Rózsikának a valami újraértelmezése, és akkor megnéztük a Miróba, hogy megnézhetik-e a gyerekek, és végül úgy döntöttünk, hogy ez nem feltétlenül jó nekik, mert hogy vannak benne olyan jelenetek, amiket be fognak tojni. Uh-huh. Tehát, hogy most már az olyan filmeket jó, inkább töröljétek a Mirógépen az előzményeket. Most előnézitek a filmeket, ez nagyon jó, gyerek oda, mert 6 évesen menjön, mit csinál papacot, és szörnyű dolgokat lát. Te Juli, ezt már csináltuk, nézd szörnyű, igen. A gyerekkoratokból nincsen olyan, hogy öncenzúra? Emlékeztek olyasmire, amikor tudtátok, hogy el kell néznetek? Nem. Hogy anya... Féltél, csak akkor nézel el, ha félsz. Pont erre akarom kifutatni a témát, mert hogy arról beszélünk a hírek után, írek meg nekünk hallgató, hogy mi volt az, amitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon féltek. Tehát ki mi olyan tiltott tartalmat látott, most nem erotikus tartalom, ami a mai napig benne van a fejedben, mert mindenkinek van egy film legalább, ahol vagy oda keveredtél, vagy beültél a moziba, vagy belógtál, és annyira féltél. Belfegor. Annyira nem tudtad feldolgozni. Nekem milyen volt a Phantom, aztán meghívás egy gyilkos vacsorára. Azon én azt hittem, hogy összetoljon magam. Igen. A Belfegortól. Valaki, hogy 3 évesen néztem meg a Predátort. Úristen! Na, gyere, Zoli! Mész a nagymamához? Nem, jó, akkor megyünk a Predátorra.
azért az kemény, három évesen predátor. Édesanyám mindig csak azt mondta, hogy tillárom haj, és akkor pontosan tudtam, hogy el kell néznem azt a másik oldalába, mert akkor valami olyasmi jelenet következik. Amit tillárom nekem... haj? Tillárom haj. És a tillárom haj az erotikus, az volt, erotikus volt? Igen, és igen. Mi volt, milyen mondás volt, amikor nem volt erőszakos nem, jelenet volt? Nem, figyeljetek, te is, meg én is, meg mindannyian láttuk ezeket a filmeket, ahol hullottak a Schwarzenegger lábai alatt a golyók, és mindenki vérbefagyva feküdt, és azon senki nem kapta fel a fejét. A szex jelenetre, vagy az erotikus jelenetre, arra ment a tillárom haj, és akkor tudom, hogy el kellett néznem, sőt, egy idő után kilettem küldve a szobából, hogyha kicsit hosszúra nyúlt a tillárom haj. De hogyha erőszak volt a tévében, az hogy is mondjam, az attól valahogy senki sem. Ki volt több? Édesanyám. Édesanyám? Anyukám. Uh-huh. Aha, tillárom haj. És volt egy vasárnapi ebédnél, átnyúlt az asztalon, és azt mondta, hogy tillárom haj, megsimogatta a bukát, kicsit tudtad, fölálltál, és bementél a gyerek szobába, és akkor még mindig tillárom haj, még bent kell maradni a szobában. Tehát, ugye... Esti film közben volt esti film. Tillárom haj. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Nézzük meg, hogy mennyit változott a félelem, erotika faktor. Nézzük meg, hogy amikor mi gyerekek voltunk, vagy amikor ti gyerekek voltatok, mi volt az a film, lehet akár erotikus, de lehet akciófilm, vagy bármi olyan, ami a mai napig beégett az agyatokba, annyira féltetek, vagy annyira nem tudtátok hova tenni a látottakat. Minden felnőttnek van egy ilyen. Ugye? Egy ilyen emlék. Amit azóta se tudunk földolgozni. Vagy nem tudsz, nem értetted, de emlékszel rá, rányítottál a szüleidre, az ment a tévében, belógtál a moziba, és hány éves voltál, és mit láttál, jó? 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy jutnak be a fiatalok különböző mozifilmekre, illetve amikor mi gyerekek voltunk és hallgatóink gyerekek voltak, mi volt az, amitől féltek? Azért, mert belefutottak, vagy mert megnézették velük, és van ennek még egy érdekes aspektusa, hogy amikor újra látod azt, amitől gyermekkorodban féltél, nem? Rájössz, hogy milyen szörnyű és mennyire nem félelmetes az, amitől te gyerekkorodban féltél. Nekem ilyen volt a Fantomas sorozat. Na most azért érdekes, hogy attól féltél, mert abban van ugye egy Louis, de... Tőle nem. De azért. Tőle nem. Csak nem mindig, amikor megjelent a Fantomas, én annyira féltem, hogy a mai napig emlékszem, hogy a hideg rázott. Tehát, hogy az ágy alól, innen, eltakart szemmel, minden olyan tesómmal együtt néztük, persze nyilván titokban. Ő egy évvel idősebb volt, ő már nem félt. És valamelyik nap, vagy pár hónappal ezelőtt belefutottam a Filmpluszon, vagy valahol, és így elképedve láttam, hogy Jézus, Atya, Úristen! De gyerekként tényleg tök máshogy gondolod. Tehát egyszerűen más látsz bele, akkor a Fantomas megjelent, tudod, ilyen kékszínű, ilyen fura bőre volt, kopasz volt, és mindig jött az a Citroen, amivel felszállt. Hát én annyira féltem tőle, és nem tudtad, hogy mi lesz belőle, nem hogy mi van alatta. Igen. Igen. Na most két eset van, ez a Jobbik szerintem, amikor így pár év múlva kiderül, de van egy csomó olyan film, amit egyszer mondjuk gyerekként láttál, és nem merted megnézni azóta se felnőtten. Olyan van, szerintem, hogy annyira féltél tőle, igen? Van olyan film, nekem kettő is van, most mondjuk, jó, majd nyilván megnéztem. Na már mondd, megnéz, elmondom, megnézheted-e. Most már az egyiket megnéztem, az egyik, igen, az egyik a Kacor király. Ne, a Kacor király az a barátunk, az vidéki hős, az a mi emberünk volt. Nem, az egyik a Madarak volt, a Hitchcock féle, de én attól halálosan féltem, ugye nálunk a faluban sok a varjú télen, úgyhogy nem merték kimenni, de aztán ezt később megnéztem. Amit én a mai napig nem bírok megnézni, az az Alien 1. Nem áll. Az egyet. Én, semmi. Én az egyik legjobb sci-fi egyébként, de hogy hát semmi de, nincs benne. Figyelj, de nagyon sokáig ugye altatás van a filmben, tehát nem látod konkrétan. Ugye. Illetve az egész filmben nagyon keveset látod, és pont ezért jó. Na, hát igen. pont ezért volt. Azt hiszem 79-es a film, vagy valami ilyesmi, vagy 78 valami ilyen, és én azt hiszem voltam 12 éves, tehát 82-ben videón néztük meg. És én ott konkrétan ugyanúgy voltam, mint a Juli, csak nekem nem mondta senki a varázsszót, hogy most nem kell oda nézni, hogy én attól nagyon-nagyon féltem, és én ezt még nem néztem meg újra. Nézd meg nyugodtan. A kettőt, hármat, négyet már megnéztem, de az egyszerűen annyira beégett, hogy nem merem újra nézni. Aha. De átmegyek hozzád, megfogom a kezed, és akkor megnézni. Szólok, hogy mikor jön. Nagyon keveset jön. Háromszor vagy négyszer van összesen. De az pont olyan, érted? Az annyira fel volt húzva az a sztori, az nagyon hogy nem mertél oda nézni. Igen, igen. 6 évesen néztem meg anyámmal és nővéremmel a Légy című filmet. Na. 12 éves koromig felsírtam, és rettegtem a közösséges legyektől. Bélt küldte nekünk. 13 voltam, amikor szülői tiltás ellenére 5 évvel idősebb bátyámmal megnéztem az Átok című filmet, utána nem tudtam megmagyarázni anyámnak, miért alszom villannyal. 21 vagyok, még mindig nem mertem megnézni, írja egy hallgató.
Olyan óvodába jártam, ami a városi mozi mellett volt, rendszeresen átvittek minket ovisokat a moziba. Az egyik filmben a Mikulás a zsákjába rabolt el a gyerekeket, beégett az agyamba. Emlékszem, hogy nagyon féltem. Szerencsére a szüleim kivettek ebből az óvodából. Milyen barátságos filmeket néztek ott is. Igen. Viszont azóta se jártam Mikulás ünnepségen. Igen. Én is megnéztem a Szürkét Nyíregyházán, itt is rengeteg gyerek volt, felháborodtam, viszont a 10 éves lányomnak nem adtak diákjegyet tavaly egy rajzfilmre, mert nem volt nála a diák igazolvány. A szabály a szabály. Így van, hát most ki tudja, hogy jár-e iskolába az a gyerek azért, mert 10 éves. Igen, tulajdonképpen itt lehetne nagyon hosszasan beszélgetni ennek a hátrányairól, itt nem csak a film a lényeg, hanem hogyha tényleg tinik ezen szocializálódnak, csak nem akartam ennyire komolyba elvinni a témát, akkor tényleg mi történik a harmadik randin? Tehát megfogják egyébként a kályhacsövet, és megkérdezik nem, a pasiukat, akik 15 évesek, hogy figyelj kicsim, hol a bilincs, tudod? Tehát, hogy azért ennek van egy ilyen utózöngéje is, ugye? Hogyha ezt tartják normálisnak, vagy ezt látják, de most nem akartam ennyire komolykodni. Ezt akartam kérdezni, természetesnek fogja tartani a gyerek? Tehát ha 13 évesen megnézed ezt a filmet, akkor te 15 évesen ezt már természetesnek tartod, hogy ez a szex? Gondolhatod ezt, de hát ez mind benne van az internetben, az átok, hogy most megnézed apu előzményeit, ott is deformálod. Azt mondja, hogy én az Ördögűző filmet néztem meg, több napig nem tudtam aludni. Ezt Timi küldte nekünk, amik azt nem csodálom. Rémálom az Elmúcában, nagyon sokan írják. Az a Freddy Krüger. Az a Freddy Krüger, igen. Nagyon sokan írják, hogy Freddy halállal rémálom igen. Az Elmúcában, hogy ettől emberek hónapokon keresztül nem tudtak aludni. És ráadásul iskolás a sztori, ugye? Egy iskola busz megy aztán, vagy az már később jön. Ő vezeti az iskola buszt, igen, és hosszú körmei vannak, összetoljod magad. És te is iskolás vagy mondjuk 14 évesen, vagy 8 évesen, vagy 15 évesen. Tehát ez a te életedről szól. Igen. Twin Peaksből rettegtem Bobtól, de megnéztem az ajtó mögül, mindig úgy, hogy a szüleim azt hitték, hogy én már alszom, utána egész éjjel nem aludtam. Az meg van, amikor látsz valamit, tényleg is egy jeges rémülettel fekszel bent egyedül a szobában, és azt nézed, hogy a szüleidnél még ég a villany. Mert addig nyugival leoltják, akkor viszont vége. És nem szólhatsz, hogy félsz, hiszen úgy nézted meg, hogy őt nem engedték meg az ajtóból. Igen, igen. Chucky című film. Hónapokig nem mertem a babáimmal játszani. A mai napig összecsinálom, ha meg kell néznem. Tudod, megvan a Chucky, ismered? Meg. Ez a baba, ami ugye megátkoznak, és önálló életre kell, és mindenkit elkap. Felnőtt fejjel vicces. Akkor nagyon durva. Igen. És utána mindenki Chucky lesz. Egy igen. Idő után az összes baba. Nekem a Stephen King féle bohócos horror volt, ami a retinámba égett. Talán ez volt a címe, ez Balázs írta nekünk, igen. Bohóc? A bohóc, igen, a végén póká változik a bohóc. Milyen beteg filmeket néztek ti? Ezeket szerettem, igen. 11 évesen láttam a Rémálom az Elmúcában. Éjjel kettőkor mindenhol Freddy fejeket láttam. Na, és szörnyű, itt a, ugye? Szörnyű volt, Adrián küldte nekünk. Igen. Michael Jackson Thriller című klipje 4 évesen, szintén nagyon durva. És most megnézed, és azt mondod, hogy Jézusom. Hát akkor a zombik, meg maszkos emberek rohangálnak, ugye szörnek maszkírozva. És igen. Ugye 4 éves volt, aki megnézte. Tehát azt se felejtjük el, mert amikor mi először láttuk 18 évesen, akkor azt mondtad, hogy hú, de menő, hú, de jó, hú, de laza, de azért félni nem féltél. Igen. 6 évesen a Bolygó neve halálra vittek el a szüleim véletlenül. Nagyon ügyesek, és nem jöttetek ki így az első perc után? Papa mondta, drága volt, hogy egy most igen, már végignézzük. Most már végignézzük, igen. Twin Peaks-et írják még rengetegen. Hát szóval, hogy vannak, igen. Ilyen nagy traumák, amik aztán azóta is azok maradnak, ugye? Jó, akkor kinek a felelőssége? Szülőjé vagy mozié? Na, hát nem tudom. Aha. Hát jó. Ha csak ajánlott, akkor meg igazából igen, a mozit nem lehet kibontani, igen. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Ha valahol útlezárás van, valahol nem juttok át, rendőrök állítanak meg benneteket, akkor szóljatok, jó? Hogy tudjuk mondani a hallgatóknak. A legjobb egyébként ma szerintem elkerülni a belváros, mert tényleg mindenhonnan elviszik az autókat, mindenkit elvontatnak. Ha nem találod az autódat, most ne arra gyanak, hogy kivételesen, hogy ellopták, valószínűleg nem, egyszerűen csak... Nagyon fontos, csak elvontatták, és akkor a police.hu-n tudod megnézni, hogy hol a kocsid, vagy ott adnak felvilágosítást. Igen, de valószínűleg nem telephelyre vitték, arra figyeljetek oda, tehát érdemes egy nagyobb kört tenni a környező utcákban, mert ugye a múltkor is az volt, ahogy Merkel asszony itt volt, hogy arrébb vitték. Tehát én mondjuk itt megálltam volna a felüljáró előtt, akkor jönnek, elvontatják, és bevontatják ide egy kis utcában. És itt találod meg a kocsit. Ja, hogy nem is egy gyűjtőtelepre viszik, csak kicsit arrébb viszik. A kóvályogsz hülyén. Aha, igen, tehát mindenkinek azt mondom, aki nem találja a kocsit, az menjen egy nagyobb kör, utána a police.hu. Mert állítólag ez van, hogy csak mellékutcába viszik. Jaj, kicsit, hogy ne tudja föl, ne tud fölrobbantani. Ki hülye az, aki saját autóját robbantja föl. Vettél egy autót, kinyökted végre a törlesztő részletet, nem olyan a Putyin, az fölrobbantod a saját autódat, hogy kár tegyél benne. Na, gyerekek, csatorna fedeleket hegesztettünk, én utcaseprő vagyok, kiraktak már a Kossuth térről, hát milyen világ ez, írja egy hallgató.
Már az utca seprőket is kirakjuk. Hívjuk fel, Anna, beszéljünk vele. Jó? Kérdezzük meg, hogy paterolják ki. Hát nehogy áll utcaseprők legyenek, tudod? Hát az amerikai filmekben ezt látod, hogy kommando utcaseprők. Hát aha, és a kutyagumi szívó autónak a porciója, az tulajdonképpen egy aknavető. Igen, abba, és úgy. Abba építik bele. Úgy akarsz rálőni, igen. Azért érdekes. Na. A Hősök tere, mert oda állítólag nem megy a Putyin. Tehát a Hősök terére nem megy, a Kossuth téren van. Ez a Hősök tér is nagyon érdekes, hogy a Kossuth téren van. Így már sokkal egyszerűbb a dolog. Így talán még nagyon én is megértem. A Hősök tere, ő a Kossuth téren. Mit csinál a Hős? Azt mondták, hogy ott nem tudják megvédeni. Megy egyébként több helyre, ide megy, oda megy koszorúzni néhány helyre, de a Hősök terére nem megy. Pali, a járdatakarító, ha az, itt van velünk. Hello Pali, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, te járdatakarító vagy? Vagyis, hogy igen, a munkaszerződésem ez van, de amúgy a Kossuth teret takarítom, és... Na, és csak rá, ott már csak járnám. Én ismertem a lehegeztett csatornafedeleket, ahogy említettétek, mondom, csalve szólok, hogy... Na most azok elgondolásnak úgy jó lett volna abban az esetben, hogyha meg nem billeg a csatornafedél. Most mivel, hogy billeg, a járművek ott átmentek rajta, a kukásautók, és ott a Néprajzi Múzeum előtt egy jó pár kukásautó által mozgó fedélnél eltört a heggesztés. Tehát a leheggesztett fedél az most nincs leheggesztve ezek szerint. Tehát hát hiába... az úgy lepattant onnan, mint a bolha a desztáról, szóval... Tehát lehegeztették a fedeleket, elment fölött egy autó, ráment, és azonnal föl is pattant. A kukásautó, mivel hogy azért ott az 1001-es kukákat, amivel mi ürítünk, az úgy viszik. Nektek nem szóltak, hogy ezen felelőtlenül nem lehet kukásautózni a lehegeztett kukákon? Hogy csak úgy rodeózni a téren? Hát a kukásautónak szedik a parlamenttel. Nyilván menni kell, persze. És kiraktak a Kossuth térről? Te elzavartak onnan, és be ott se tudtok nagyon takarítani, nem? Nem, mi összetakarítottunk, és önként lejöttünk, mert hát egy idő után úgyis azt mondták volna, hogy a gyerekek akkor most tipli. Levonulás volt. Aha. Igen. Akkor nem végeztek túl jó munkát ezek a csatornafedelek, csak úgy felpattannak. Nem is lett ez az elgondolás nem rossz, abban az esetben, hogyha azok nem billegtek volna ezek a csatornafedelek. Mivel hogy billeg, lehet heggeszte, átmegy a jármű rajta. Egy milliméter vagy még annyi se kell, ahogy mozognak, ugye, és akkor már is lepasztott. És arra ilyenkor ti kaptok kiképzést, hogyha billeg egy csatorna felé felemelitek és belenéztek, és ott van egy ember távcsőves puskával. Nem belezugunk egy kézigránátot. Figyelj, minden egyes mozgó csatornafedél, dobjatok be egy kézigránátot, nehogy valaki kárt tegyen a Putyinba. Hagyjátok rajta a kukásautót. Egyébként jó megoldás. Ugye? De hát a kukásautónak dolga van tisztelet. Ja, hogy az megy tovább. Aha. Az megy tovább. De 60-nál, 40-nál, mikor, mennyivel. Na jó, Parikám, jó munkát neked. Jó, vigyázzatok a csatornafedelke. Köszi, hogy elmondtad. Hello. Ciao, hello. Nem kéne szólnunk valakinek? Hogy? Mozognak a csatornafedelek? Nincs lehegeztve. Hát, kutya nem fog benne kárt tenni. Igen. Na, ugye érkezik ma Putyin, és arról beszélgetünk, hogy ugye erre már 6 óra után is beszélgetünk, egyrészt mekkora vakítás ez az egész, ahogy jönnek különböző ország államfői, és délután 2-kor száll le. Nem tudom, láttátok-e, drága Morningshow hallgatók, azt a felvételt, amikor mutatták, hogy egy ill nem tudom hányas gép, egészen titokban ill... 76-os, tehát egy repülőgép szakértő hát, vagy, igen. Hát egy kicsit beteg a zsűde. Igen, láttad? Láttad micsoda az ill 76-os? Ő fogadta. Egy állampolgár felvette és feltöltötte, egy fél Budapest méretű repülőgép leszállt, ugye a Ferihegyen néhány nappal ezelőtt, egy ill 76-os, és kiderült, hogy Putyin előrse. Tehát, hogy gondolom hozzák a beluga kaviárt, a volgákat, a páncélozott autót, a fegyvereket. Én nem tudom, mit hoznak egy ekkora gépben, de hozták Putyin előrsét. Szerintem gyakorlatilag mindent. Mindent elhoznak. Szerintem gyakorlatilag mindent. Azon csodálkozom, hogy új aszfaltcsíkot nem hoztak neki, hogy ő csak azon hajtathat át. Hozták a saját autóját. Azt már beszéltük ugye múltkor, hogy saját ágyneműje van saját az embernek. Igen. Hát, majd mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, aki elmondja, hogy tényleg mit kell tudni Putyiról. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy oké, hogy az egész egy nagy felvonulás, parasztvakítás, erődemonstráció, tehát tényleg föl is hívhatná ő egyébként a mi miniszterelnökünket. Nyilván a megjelenés, a szimbolizál valamit a felvonulás is szintén, hát amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke is elmegy valahova, az is egy nagy erődemonstráció. De hogy valójában ők mennyire vannak veszélyben. Tehát ez a show része. Ez a biztosítás nyilván azért van, hogy tényleg ne lehessen baja. De hogy hány valódi fenyegetést kap mondjuk az orosz elnök, amit nem valami felbosszantott nyugdíjas ír, hanem mondjuk, nem tudom, csecsen szeparatisták, érted? Vagy valamelyik szétesett tagállam utóállamának a nem tudom milyen terrorista vezetője. Szóval, amit komolyan lehet venni. Amit komolyan lehet venni. Tehát, kedves hogy... Vladimir,
Marioska néni vagyok, a gumáruházban elfogyott a vodka. Tessék intézkedni, mert baj lesz. Hogy valójában mennyire vannak veszélyben ezek a politikusok, mert azért tehát érted, mire akarok kiukadni? Hogy nagyon-nagyon kevés az a rés, ahol igen. be lehet találni. Hát szerintem, hogyha ha ilyen nagyon racionálisan nézzük a dolgot, akkor biztos, hogy van veszély. Tehát, hogy a világ három legfontosabb embere között ő most benne van, ahogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ő meg a pápa, most ezt szokták mondani, hogy ők hárman a legveszélyeztetettebbek, és biztos vagyok benne, hogy úgy kell élnie az életét, de 0-24-ben, hogy bármikor lehet egy olyan rés, ahol ő bekaphatja ezt a lövést, vagy a mérget, vagy akármit. Az Abramovicsról olvastam, ő ugye szintén egy orosz oligarha, aki egyébként jóban van Putyinnal, mert tudta, hogy mikor kell hazadni valamennyit, mondta, vagy hazadod, vagy nem adod. Ugye van, aki nem adta, ő messzi vidéken kötött ki, más orosz oligarha, hogy neki van a jachtja, ugye a világ egyik legnagyobb jachtja van, hogy mini tenger alattjárók kísérik a jachtját. De nem van rajta, hogyha el kell menni, nem az van mindig rajta rakéta hatástalanító rendszer is egyébként a jachtján, de hogy mini tenger alattjárók kísérik, pontosan azért, hogy a víz alól se lehessen kilőni, és a jachton belül is van egy olyan páncélszoba, ahova ő be tud menekülni. Mondjuk süllyedésnél azt megnézem. Az egy picit necces, igen, de hogy be tudod a menekülni, ha támadás érné a jachtot, és egyébként mini tenger alattjárók követik az ő hajóját, ha megy, hogy alulról se lehessen őt fölrobbantani. Azon gondolkoztam, hogy oké, hogy milliárdjaid vannak, meg oké, hogy te vagy a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb embere, meg foci csapatod van, meg gyönyörű feleséged, hogy mekkora börtön ez alapjában így élni. Hogy minden pillanatban egyébként attól félni, hogy fejbe lőnek. Nem? Hogy mindent megtehetnél, mindent megvehetnél, bárhova elmehetnél, és mégis szorongás az életed, félelem, van egy gyönyörű szép hajód, és lehet, hogy kidöglenél rá a haverjaiddal, és csajoznál, és úszkálnál fejeseket, 8000 testőr vigyáz rád, és néha meglátsz két ilyen periszkópot, akik azt figyelik, hogy nehogy felrobbantsanak téged a víz alól, mert mondjuk egy másik orosz oligarha kicsit berágott rád, mert jóba vagy a Putyinnal, vagy nem tudom, érted? Most a felső fedélzetről ugrom egy fejest, ne odaugorjon, mert az a tenger alatt járunk 5 méterrel arrébb. Marha nehéz. Tehát, hogy tényleg így éled az egész életet, bár ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy lehet, hogy nekik vannak olyan embereik, akik mindent vállalnak. Érted? Tehát, hogy ez már nem az ő, ezt ő elengedte, tudta, hogy így él, tudta, hogy ilyen szab, vagy tudja, hogy ilyen szabályzásban él, van egy biztonsági főnök, és ő felel mindenért. Gondolom, rohadt sok pénzért, de nagyon nagy felelősség. Nem tudom, hogy mennyire tudod elengedni. Én még mindig azt mondom, hogy értem a parasztvakítást, jönni kell, Debrecenbe fapadossal leszállunk, Skoda Octaviába beülünk, bemegyünk a parlamentbe, megdumáljuk, a kutya nem venné észre. Egyébként tényleg. De tényleg. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, hello. Hello. Hát legutóbb ugye a Merkel látogatásakor beszéltünk. Beszélgettünk, így van. Most pedig itt van a világ, lehet, hogy leggazdagabb embere. Olvastad ezt a cikket erről a 200 milliárd dolláros feltételezett összegről? Igen, hát lehet tudni Putyin elnökről, hogy azért az elmúlt 10 éveket. Nagyon-nagyon komolyan ugye az oroszországi gazdaság rendbehozása mellett azért a saját vagyonának gyarapításával is töltötte. A saját vagyonának rendbehozásával töltötte. Így van, úgyhogy ténylegesen, tehát ő egy nagyon-nagyon gazdag ember, neki külön szigete van, ezen a szigeten nagyon komoly éttermek vannak, ahol csak ő étkezik, illetve hát olyan hatalmas, ilyen nem is tudom, mit mondanom, nem lakosztályok, hanem majd, hogy nem szállodának beillő épületek, ahol szintén csak ő van is rengeteg. Most tényleg tudom, tehát hogy a válaszadom kéne, hogy a haverjammal lógjak egy hetet Horvátországba, egy olyan apartmanba egyébként, ami félig van csak kitakarítva, és 3 napon adnak tisztatörők között, vagy egyedül legyek milliárdosként egy szigeten a saját éttermembe, de hát a horvátországi nyaralót. A horvátországi nyaralást választanám a barátaimmal, nem? Figyelj, tehát, és akkor ő este eldönti, hogy ma a kínaiban megy, vagy az olasz étterembe, és ott ül benne egyedül. Igen, hát azért ez egy teljesen más világ, tehát hogy előbb beszélgettetek, tehát azért a milliárdosok, illetve az ilyen csúcsvezetőknek a világ egy teljesen más, egy sokkal-sokkal szabályozottabb, egy valahol azt mondom, hogy egy átlagember, és ez most nem sértésként szánom senkinek sem, egy nagyon-nagyon szabályozott, rideg-hideg világ, amiben egyrészt a biztonsága miatt is egy nagyon furcsa életet él, másrészt, és egyébként ennek tényleg van olyan fejezete, amit előbb mondtatok, hogy vadásznak rá, és nem csak a politikusra gondolok, hanem akár egy oligarchára, tehát egy pillanatok alatt egy olyan gazdasági összeveszés történik, amiben a legpiszkosabb eszközöket használják, tehát azért a 90-es évek Oroszországa nem volt egy jó hely, és hát a mai napig Oroszországban azért elsősorban az erő
szavát értik. És ilyen szempontból ebben a világban az, hogy egyrészt mutatsz valamit, óriási hatalmat, ennek vannak státuszszimbólumai, repülők, autók, flották, nem is tudom. Tehát, vagy ahogy előbb te mondtad, Balázs, hogy a tenger alatt járok a hajó alatt, tehát igen. Ez egyrészt mutatja a státuszszimbólumot, másrészt egyébként tényleg a biztonságot is szavatolja. És hát ebbe a világba azért a barátok nem annyira férnek bele. Elsősorban érdekek mozgatnak mindent. Hát igen, és ugye volt néhány oligarha, Hodorkovszky például, akit ezért hát hosszú időre bezáratott, most ugye kiszabadult, hogy, mert ugye hát riválisa lett volna, aztán elküldte egy jó 10 évre, ugye Szibériába, ő talán világ 16. leggazdagabb embere volt, és egy orosz oligarha. Szóval a kérdés az valójában arról szól, hogy van valódi veszély, vagy ez inkább egy erődemonstráció? Tehát tényleg le kell hegeszteni a csatorna fedeleket, mert valaki Budapesten lelőheti a Putyint, vagy azért ez a műsor része, az erődemonstráció része, és kicsit arról szól, hogy na, hát akkor nézzétek meg, megjött Putyin, mekkora a felhajtás. Én ezt nem látom benne. Tehát az, hogy most megjött Putyin, és akkor megmutatjuk a magyar népnek, hogy itt van Putyin, és még lehegeztjük így, nehogy kijöjjönnek a Tini Ninja teknőcök a csatornából. Tehát, hogy nem erről szól ez. Egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy egy ilyenfajta biztosítás nem csak az utcán, hanem a föld fölött, tehát a légtérben is, és a föld alatt a csatorna rendszerben is biztonságot igényel, mert hogy voltak olyan támadások, például Olaszországban a szervezett bűnözés ügyészeket, bírókat robbantott föl, és ott például az út test alatt volt, a csatorna rendszerben volt elhelyezve pokolgép. Tehát ilyen szempontból látott ilyet a szakma, és ezért erre fel kell készülni, hogy védeni lehessen. És az tényleg így van, ahogy ti elmondtátok, hogy ő azért napi szinten nagyon sok fenyegetést kap. Ugyanúgy, mint hogy az Egyesült Államok elnöke, ugyanúgy, mint például a katolikus egyház feje. Tehát ilyen szempontból az ő védelme egy teljesen más szintet jelent. Szólnak neki róla? Szólnak neki? Putyin úr ma 52 darab fenyeget. Ja nem. Jó, ugye? Ma csak 48-an akarják szép megölni. Szép napunk van, elnök szép úr. Napunk van, süt a nap, 48-an. Jó reggel! Nem. Figyelj, tehát nekünk volt egy nagyon jó ötletünk reggel, hogy itt, hogyha itt jönne az ülői felüljárón, akkor a Zsült, a mi hangmérnökünket kitennénk egy fapuskával. Hát ezt nem javasolnám. Lelőnék a Zsült? Lehet. Tehát én ezt úgy nem javasolnám. Tehát ilyen mi se, de a Zsül nagyon akarja. Igen, vállalja. Isten nyugosztalja. Tehát nem, tehát ez nem lenne annyira jó ötlet szerintem. Tehát ilyenkor hihetetlen módon kiélezetten figyel mindenki. Nem véletlen az, hogy helikopterek kísérik például a konvojt, hogy mindenre azonnal tudjanak reagálni. Annyiban azért pontosítanak, hogy mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor elkezd lövöldözni mindenki egy ilyen személybiztosításba, és akkor ez az elsődleges, hát nem. A menekítés, tehát hogyha itt egy támadás történik, hát akkor erről beszéltünk, igen, a Merkelnél. Hogy néz ki egy szobafoglalás például? Tudsz konkrétumot mondani? Te megérkezik Putyin, mondjuk itt alszik, hogy elrontja a kis pocakját, nem megy haza. Akkor egy erős orosz akcentussal beszél, angolul beszélő ember betelefonál Four Seasonsbe, hogy szeretne lefoglalni 4 darab lakosztályt, vagy kivesznek egy fél szobát, nyilván direkt hülyén kérdezek, de hogy gondolom, ezt külön ember intézi, és lakosztályokat foglalnak le, és ahogy a múltkor mondtad, hogy a saját ágyneműt hoznak. Tudsz mondani egy-két konkrétumot? Mindent hoznak ők, tehát nem csak ágyneműt, hanem étel, alapanyagokat, tehát mindent főznek neki, tehát nincs olyan, hogy ő bármit is elfogadna, akár itt nálunk. Az, hogy mit készítenek elő, tehát ugye a mai találkozó és a mai látogatás tényleg egy villámlátogatás vagy munkalátogatás, ahol egyébként már hetekkel ezelőtt mindent leegyeztettek, és pontosan mindenki tudja, hogy mit fognak ma aláírni. Tehát igazán ennek olyan tétje, tehát hogy ma úgy beszélgetnek, és akkor hirtelen meggondolja magát valaki. Hát itt minden le van egyeztetve előre. Nyilván vannak vésztervek, tehát hogyha most itt történne valami, és beteg lenne, biztos vagyok benne egyébként, hogy nem maradna Budapesten, hanem azonnal vinnék a repülőre, és menne vissza Moszkvába. Ha egyébként itt aludna, akkor nyilvánvalóan nem egy-két lakosztályt, hanem a szállodát veszik ki. Tehát azért azt tudni kell, hogyha egy ottalvós, többnapos program van, akkor a biztonsági személyzet az több százas nagyságrendű, és ez az egész biztonsági személyzet ott van vele. Tehát ez 200-300 embert jelent, ami azt jelenti, hogy egy szállodát akkor kivesznek. Most az amerikaiak finoman lehozták, hogy Asperger-szindrómás, az is érdekes volt. Hogy ők figyelték egy ideig a Putyint, megállapították, hogy ugye hát az autizmus egyik enyhébb formájában, lehet így mondani, szenved.
Asperger szindrómás. Jó, hát az, hogy figyelik egymást, tehát az, amit hát előbb mondhatok, teljesen természetes, és hát ténylegesen azt tudni kell, hogy azok az emberek, akik a biztonságáért felelnek, nyilván napi szinten nem tájékoztatják őt arról, hogy ma megint egy támadás készült, vagy 613 levelet kapott. Azt tudni kell, hogy nyilván vannak olyanok, akik egyszerűen csak betelefonálnak, mert berágtak rá, vagy küldenek egy levelet, bolondok, elmebetegek. Aztán vannak olyan terrorszervezetek, hát azért azt tudni kell, hogy a szélsőséges iszlám, illetve hát, ahogy te is fogalmaztál, Balázs, hát azért a csecsenekkel nagyon komoly háborúkat vívtak az oroszok. És hát ott azért volt vérdíj, ott volt bérgyilkos osztag, ott voltak terrorista csoportok, akik egyszerűen meg akarták ölni az orosz kormány képviselőit, és hát ezen belül kiemelt célpont az orosz elnök. Most hogy lehet valaki testőr például? Vagy Putyiról tudjuk, hogy ő bratizik-e a testőröket? Amikor senki nem látja, én azt olvastam egyszer róla, hogy például, ha nincs meg a hoki csapata, akkor néha beáll a testőr egy kicsit játszani. Együtt hokiznak. Kicsit együtt hokiznak, hogyha kevesebben vannak, akkor azt mondja, gyere, Szergej, állj már be egy kicsit, mert nem vagyunk meg, és akkor az egyik testőr kénytelen korit húzni, és akkor ott beáll, és ott bakkecskeként ugrabugrál a jégen. Tehát, hogy ő azért így bratizik, vagy róla tudni van, mert például fogadásokon soha nem mosolyog. Az ember nem látta mosolyogni, néha egy picit, így a szája szegletében, de egy elég merev palinak tűnik. Nem nagyon barátkozik, igen. Igazán azt kell tudni róla, hogy ő azért egyfajta színházat is játszik. Tehát az, hogy Oroszország egy birodalom, egy erős szervezet. Ő egyébként a Szovjetunióban nőtt föl, ő számára teljes egészében az volt egyértelmű, hogy egyszerűen az orosz birodalmi érdekeket, vagy akkor szovjet birodalmi érdekeket mindenki figyelembe vette. És hát a 90-es években ezt az önéletrajzíró is, de ő maga is elmondta azért, hogy ez őt mélyen megviselte emberileg, hogy az a hatalmas nagy ország, amiben ő fölnőtt, összeomlóban volt. És ő neki ez egyfajta küldetése, hogyha lehet így fogalmazni, hogy újból egy birodalmat kovácsoljon, és hát ebben egy vezető, egy top vezető, az nem egy mosolygós, bratizós valaki. De kérdésedre válaszolva, igen, egyébként a kedvenc sport a judó mellett a jégkorong, tehát így ténylegesen szoktak játszani. Vannak üzletember barátai, akikkel együtt játszik, és ha nincsenek meg, akkor beállnak a testőrök. Azért a testőrök között két szintet kell látni. Van az a csapat, akikkel kezdett, tehát amikor ő Leningrád, vagy pontosabban Szentpétervár polgármestere, alpolgármestere volt, vagy polgármester helyettese volt, akkor ő azért kemény dolgokkal találkozott, és egy időben őt ténylegesen az ottani alvilág meg akarta ölni. Volt olyan, amikor ő puskával, tehát fegyverrel aludt, és az ő biztonságáért akkor egy csoport kezdett el, hogy mondjam, dolgozni és felügyelni. Ez a csapat a mai napig, ez a belső kör, hogyha lehet így nevezni. Na ők egyébként tudnak az elnökkel együtt jégkorongozni, és van a másik második vonal, gondolom. Így van, akik fiatalok, akiket beválasztanak, akik a testőrség túlnyomó részét képezik, nyilván velük nincs ilyen bratizás, meg semmi sem. De mondjuk egy ilyen judónál, ahol kihívod az elnököt, vagy az elnök azt mondja, hogy szerjó, ott van olyan, hagyni kell a vukit nyerni, ugye volt a csillagokára, hagyd a vukit nyerni, nem hiszem, hogy ott azért egy folytással ott lekopogtatod vele. Hát, hogy elnök úr, ma én voltam a jobb. Igen. Nagy szép vidék az a Szibéria, tudod, mondja neked erre a kutya, el is lehet oda menni, igen. Tehát ott hagyni kell nyerni, igen. De szeret vadászni, ugye ezt olvassa róla az ember, hogy medvére tigris, és szívesen pózol ilyen félhalott állatokkal, vagy ilyen leszedált állatokkal, hát ez nem egy szimpatikus vonás egyébként. Sok más vonása mellett. Ilyen kalandokban élő ember, nagyon-nagyon lényeges abban az imidzsben, amit kialakítottak róla, hogy ő egy nagyon férfias, tehát hogy igazán Oroszország egyik erős ember, sőt talán a legerősebb ember, és hát ebben az, hogy lovagoljon Szibériában, tigriseket félmeztelenül, tehát nyilván igen. Félmeztelenül lovagol az ember, teljesen természetes. Pózik. Igen, de hát vannak ugye ezzel kapcsolatban mémek is, amikor nem is lovon, hanem medvén lovagol, meg minden, tehát innentől kezdve minden az internet megtalálható, de egyébként ő tényleg ezt csinálja, és én azt gondolom, és hát ti értetek végül is így a médiához, tehát azért a média szakemberek föl tudnak építeni embereket, nyilván itt is egy csapat dolgozik mögötte, akik pontosan tudják, hogy milyen üzeneteket kell eljutatni, és mi az, amire az orosz társadalom ugrik. Tehát azért azt arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy 84 vagy 87%-os
az ő elfogadottsága Oroszországon, tehát ez hihetetlen népszerűséget mutat, és nyilván ebben a népszerűségben... A maradék 16% már nincs életben. Nekik nehéz a sorsuk. Mernél más mondani, érted? Hát azért... Figyeljetek, mikor él ez az ember? Állítólag van neki két lánya, akiről semmi... Állami titok, hogy ők hol tanulnak. Mikor találkozol a... Hogy találkozol a lányoddal? Tehát vagy vadászni, vagy tárgyalni, vagy üvöltözöl a Kremben. Skipén felhívják. Igen. Arról van valami hír egyébként, hogy a Szél Kálmán téren letakarták a táblákat, hogy ne húzza föl magát? Erről tudta, hogy a technek kiadták, hogy ne vigyük arra, a kutya fájna, hogy baj legyen. Ne olvas. Három tekesen kikelt, hogy le kellett takarni a Szél Kálmán tér táblákat, hogy nehogy baj legyen. Én azt gondolom, hogy ilyen nincsen, és ő azért a világ egyik legjobb titkosszolgálatában dolgozott annak idején, és ez a világ legjobb titkosszolgálata dolgozik neki a mai napig. Akkor valószínűleg tudja. Ő pontosan tud minden. A kutya fáj. Most is hallgatnak téged, Balázs, úgyhogy figyelj. Nagyon fontos kérdés, egy hallgató kérdezért nyugtassa mindenkit, hogy a konvoj a megye matricát megveszi, ugye? Remélhetőleg igen. Már hetekkel ezelőtt megveszi. Nem áll, aztán csak itt száguldozunk. Autó van, ugye, mert Merkelnél mi biztosítottuk az autókat, na most ugye ők hoztak. Igen. Nem használ internetet, hanem csak újságból tájékozódik. Számomra teljesen meglepő, hogy mindenféle technikai kütyüt utál, ez igaz? Hogy szívesen elolvasod az újságot, de semmi technikai kütyű nincs, csak egy piros meg egy fekete telefon az irodájában körülbelül? Ez a KGB-s múltból adódik, azért azt tudni kell, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években azért az orosz titkosszolgálat tényleg technikai szempontból majd, hogy nem mindent le tudott hallgatni. És ő pontosan egy olyan világból jön, ahol tisztában van azzal, hogy egy vezető szobájában mit lehet elhelyezni, és ezért ő nem tűri ezeket az eszközöket. Az, hogy ő csak újságot olvasna, ez nem igaz így. Tehát az önéletrajzi könyveiben, illetve én magam is találkoztam olyanokkal, akik dolgoztak mellette. Előolvasnak neki. Nem. Ő nagyon komoly összefoglalókat kap. Nagyon sokat dolgozik. Az más kérdés, hogy későn kell. Tehát egy teljes egészében más életritmus szerint él, mint mondjuk egy normál ember. Egyébként a hét minden napján, tehát szombat-vasárnap is dolgozik. És hát vannak hírszerzői jelentések, különböző belbiztonsági jelentések, amelyek nagyon részletesek. Ezek egyébként papírformátumban ott vannak az asztalán, ezeket mindig végignézi, de egyébként technikai eszközt, tehát monitorokat, laptopot, számítógépet nem tűr el a dolgozószobájában. Olyan élethelyzet van, amikor mondjuk golyóálló mellényt adnak rá, mondjuk beszédet mond? Vagy politikusokra, vagy felső vezetőkkel azt mondják, hogy Putyin úr, ezt most neki azért a bőre golyóálló. Ezt most azért föl kéne venni, és akkor a Putyin azt mondja, jó, belebújok, vagy nem bújok. Ha lőnek, akkor tök mindegy. Hát nyilván ő dönti ezt el, nem? Tehát van egy javaslat a titkosszolgálati vezetőjétől. De lehet olyan élethelyzet, amikor rájuk is adnak valamit? Lehet, tehát ha azért háborús övezetben van, és itt most nem csak Putyinról beszélek, tehát más politikusokról is, tehát azért elképzelhető olyan helyzet, ha jól emlékszem egyébként az amerikai hadügyminiszter is, amikor 2001 és 2002-3-ban a Közel-Keleten volt, akkor volt olyan nyilatkozat, ahol golyóálló mellényben volt. Azért ez egy rossz üzenet biztonsági szempontból. Tehát a politikusok, illetve topvezetők azért nem szeretik ezt, mert hát nyilvánvalóan nem az, hogy bőrük golyóálló, de ők nem mutathatják, hogy félnek. És ilyen szempontból, hogyha te fölveszel egy golyóálló mellényt, és odaállsz a kamera elé, akkor ez úgy látszódik, hogy hoppá, hát igen, én vagyok a világ legnagyobb hatalma, de azért vigyázni kell rám, mert lehetséges, hogy valahonnan jön egy lövés. Tehát ezt nem túl jó az üzenet. Nem szeretik, de van ilyen, és hát Putyin elnöknél is volt. Általában egyébként nem katonai golyóálló mellényt adnak rá ilyen esetben, az látszódik ugyanis, hanem ilyen vékony, tehát amit öltöny alatt vagy ing alatt lehet hordani. De volt ilyen, tehát láttam én is olyan felvételt, ahol azért körvonalazódott, hogy valami van az öltöny alatt. Mi jár annak az embernek az agyában, aki elfogadja ezt a testőri állást, és tudja, hogy benne van a szer, nyilván nincs leírva, de hogy neked oda kell ugranod, hogyha őt megtámadják? Ez egy másfajta gondolkodás, urak. Tehát, hogy ezt nem értik így az emberek, hogy egy testőrnek, tehát elfogadod azt legbelül, hogy az, akire vigyázol, az fontosabb, mint te. Hát de a saját életedet oda tudod dobni. Igen. És ők viccesen néznek egy testőr a Putyin háta mögött. Nem, tehát azt kell megérteni, hogy ténylegesen akik ő rávigyáznak, nem Putyin elnököt látják csak, és ezek most nem nagy szavak, hanem Oroszországot adott esetben.
És ilyen szempontból nekik ez egy, és én ezt tényleg komolyan gondolom, én magam is végeztem ilyen munkát, meg hát ismerem azokat, akik napi szinten ilyet csinálnak, nekik ez egy szent küldetés. És ezt elfogadják magukba. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan egy politikus nagyon sokat tud ezen rontani, tehát hogyha egy nagyon-nagyon rosszul gondolkodó, vagy egyszerűen gondolkodó és lenéző, tehát a saját testőreit nem becsülő politikusról beszélünk, azért nyilvánvalóan egy olyan embert sokkal-sokkal nehezebb védeni. Volt ilyen magyar politikus egyébként, akire vigyáztak, és eléggé egyszerű volt a testőreivel, de hát ez van. A legfontosabb kérdés, és ezt hagytuk utoljára, látta-e valaki a retúrjegyet visszafele? Tehát, hogy biztos, hogy megye. Voltak már itt eleget, hogy megjön, de hogy megye. Ez a kérdés. Vagy leszáll egy gép, leszáll két gép, tudod, trójai faluval megérkeznek, és azt szépen itt... Egy gép, egy gép feljegyet, tehát láttuk-e a visszajegyet? Biztos, hogy a mai nap folyamán vissza fog menni, tehát én ebben nem kételkednék. Én azt gondolom, hogy türelmet kell az emberektől, és tényleg ezt tudom mondani, hogy arra a 10 percre, negyed órára, fél órára tényleg türelmesen kell várakozni. Tényleg ő a világ egyik legvédettebb embere, és ilyen szempontból az ő védelme kiemelt feladat, és nagyon sokan dolgoznak ezen, úgyhogy ezt tiszteletben. Hát ugye a magyar lakosság, a budapesti lakosság edzett már, tehát itt jönnek, igen, mennek politikusok, szerintem bírják már. Péter, jó munkát nektek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sok érdekes információt hallottunk. Érdekes és zárt világ ez, az ember ritkán tud ebbe bele pillantani. Köszönjük szépen, jó munkát nektek. Köszönjük szépen, Tóriányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek. Köszönjük szépen. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Influenza, hát járjunk ennek kicsit utána, mert sok a kérdés. Nyilván a kérdéseink fele abszolút laikus, de feltesszük azokat, amit talán sok mindenkiben felmerül. Hol van, amikor nyaral? Mi az, hogy elindul? Honnan indul? Mi az, hogy visszahúzódik? Hova húzódik vissza? Spanyolországban van egy háza, az Olasz Rivierára. Miért télen? Nagyon sok megfejtést írtak már nekünk a hallgatóink, hogy miért télen indul el. De azért szeretnénk egy ennél komolyabbat is meghallgatni erről a dologról. Az annál nagyon jó volt ez a kínai, csak érted, onnan mire ideér, és onnan mire visszamegy, az tényleg egy év neki. Tehát ez, hogy a melegben szereti a meleget a vírus, meg az influenza, azt mégse jön nyáron. Tehát tényleg megfejtetetlen. Hogy miért télen van, igen. Aztán azt írják itt a hallgatók, hogy nem télen van, te gyengülsz le télen. De én mégse hallok, ennek ellenére persze, hogy most többen leszünk betegek, mert hogy gyengébb az immunrendszerünk, de mégse hallasz júniusban világméretű influenza járványt. Tehát van a kis influenza, ő felkapja a fejét tényleg, és tudja, hogy most tél van, elindulok. Honnan indul? Fázik. Gazdatestet keres. Megvan, mert télen érted, még a Rivierán is, a spanyolon, vagy nem tudom, hogy ott van-e ilyen, ott sincs olyan jó idő. Tehát 10-15 fok, az már neki kevés, ezért beköltözik valakibe. És a legfontosabb kérdés, hogy mi ez a mutálódott rohadékvírus, ami ilyen szinten pusztít, és ilyen szinten antibiotikum kúrát kell alkalmaznod, ami egyébként meg nem jó a vírusra. Igen, tehát már nem vírus. Tehát már nem vírus, beléd jön, ő ott mutálódik, két feje lesz, és okoz neked egy bakteriális fertőzést, és régen az volt, hogy 3 nap, ugye erről beszéltünk, kiheverted, túlélted. Most meg mindenki most antibiotikumot szed. Legalább, és 10 nap. 10 igen. A történet. Úgyhogy megkérdezünk mindjárt egyhoz. Nálunk sokkal jobban. Ne, azért nem mondjuk tényleg, már úgyis hallja, amit beszélünk, hogy ne toljuk ilyen nagyon magasra. Picit jobban ért. Picit tanulta, igen, ezt a szakmát, csak egy 30-40 évet töltött azzal, hogy okosakat tudjon most igen, nekünk Dr. mondani. Szlávik János infektológus itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Köszönöm szépen, hogy a koromra utaltok a 30-40 évre. Már ezt túl érted, ugye, hogy gyakorlatilag 3 éves korod óta csak az influenzának élsz. És akkor most vagy 33. Már gyermekkorodban eldöntötted, hogy infektológus leszel. Na, figyelj, ez a legfontosabb kérdés, hogy az ember csak, ez egy csalódás, hogy minden évben azt érezzük, hogy ez most nagyon durva, vagy tényleg kimutatható, amiről mi beszéltünk, hogy 10 évvel ezelőtt 3 nap alatt átment rajtad, nem kellett antibiotikumot szedned, nem lett belőle bakteriális fertőzés, és ezen túl voltál rajta. Most hetekig mindenki kornyadozik, és olyan, mintha egyre durvább lenne ez a vírus. Ez igaz? Lehet, vagy ezt ti figyelitek? Ez most nagyon durva. Az elmúlt 3-4 évben nem volt komolyabb járvány Magyarországon, és most pedig látható, hogy elég sokan betegek, sőt, elárulom, nagyon sokan meg is halnak az influenza, illetve a szövődményei következtében. Arról van szó, hogy az egészségügyi világszervezet mindig előre meghatározza például, hogy az oltóanyagban milyen törzseket tegyen. Most is megcsinálta, csak sajnos benézte, és a vírus
az elmúlt egy évben mutálódott. Tehát az oltás sem véd meg olyan mértékben, mint amennyire kellene. Tehát ezáltal nagyon sok olyan ember is lesz beteg, aki be van oltva. Hát azt olvastam, hogy az oltás most 3%-ban véd, mert hogy tényleg mutálódott a vírus, és egész egyszerűen kis túlzással nagyon semmi értelme nem volt beoltatni magunkat, mert hogy nem az a faj csapott le ránk, vagy nem az a törzs, ami ellen emberek oltattak. Ez vagy az egészen így van, olyan 60-70%-ban változott meg, ezt úgy hívják, hogy driftelt. Tehát az a H3N2 vírus, ami egy évvel korábban volt, és benne van az oltóanyagban, az fogta magát, és egy kicsit megváltozott. De azért ez az oltás azért megismeri a vírust, tehát igazából némi védelmet azért ad, és azt szoktam mondani, hogy az, hogy valaki be van oltva, az nem jelenti 100%-ban, hogy ő nem kapja el, viszont enyhébb lefolyású lesz, szinte biztos, hogy nem fog meghalni, és ami nagyon fontos, nem terjeszti ugye a vírust, aki be van oltva, és megbetegszik, sokkal kevésbé terjeszti. Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy az oltás hatástalan vagy felesleges, mindenképpen be kell oltani azokat, akik a rizikócsoportba tartoznak, tehát nem titeket kell beoltani. Hát, hogy veszélyeztetettek, persze. Kisgyerekeket, idős embereket, betegeket. Játsszunk el a gondolattal, hogy mi hárman most egy-egy ilyen vírus vagyunk, ami influenza vírus. Összeülünk, és azt mondjuk, hogy te hallottad, hogy kifejlesztették a védőoltást, hogy mutálódjunk, hogy átverünk. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy gondolkodik ez a történet? Mitől kezd el változni? Mitől kezd el mutálódni? Ő maga tudja azt, hogy már veszélyben van, és meg akarja menteni magát a vírus? De jó lenne ezt tudni. Sokszor arról van szó, amikor az óriási változás jön, emlékeztek a sertés influenza őrületre. Amikor óriási változás van, akkor mindig belép a képbe megint valami állat. Ugye egy sertés, egy madár, egy madárinfluenzától fél az emberiség, hogy milyen szörnyűség lesz. Tehát elkezd keveredni az állatok közötti vírus, és ilyenkor jönnek a hatalmas változások, és ilyenkor jönnek létre a pandémiák, tehát az egész földgolyón végig söprő járványok. Na most, ami most zajlik, ez egy kisebb fajta változás. Hát ezt nem tudjuk, jó lenne tudni, de hát az influenza önmagában is elképesztően változékony. Hát mindig újabb és újabb oltásokat kell létrehozni. Tehát értitek, minden évben változik. És hogy van az, hogy tényleg régen 3 nap alatt túl voltunk rajta? Most pedig az ember 80%-ban azt hallja, hogy influenzás lettem, 3 napig magasláz, majd utána már nem tudnak mit csinálni, antibiotikum, mert hogy szövődmények lettek, bakteriális lett, és az ember azt hallja, hogy 10-ből 8 ember már antibiotikumot szed az influenzára. Vagy arra, ami egykoron influenza volt, aztán a szervezetében ez átalakult. Ez se volt így régen, nem? Nem. Ez inkább az én időmben szindróma. Nem, ez ugyanúgy zajlik. Talán kicsit többet beszélnek róla, talán kicsit több ember fordulhat ma már a nyilvánossághoz, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Hát elég ritka volt akkoriban a betelefonálós rádiós műsor, úgyhogy én azt hiszem, hogy inkább csak a beszéd. Maga a vírus nagyjából ugyanolyan betegségeket csinál. Egy biztos, hogy sokkal több 65 év feletti idős beteg ember hal meg idén influenza következtében, mint az elmúlt 4 évben. De ugye, én nem akarok öled vitatkozni, de tényleg régen 3 nap, 4 nap. Most nekem bárki van a környezetemben, 1 hétig, másfél hétig van olyan szinten rosszul, hogy nem tud fölállni. De azért régen nem tartott ez 1 hétig, másfél hétig, 2 hétig. Hát és pont te mondtad, hogy egyre többen halnak meg benne. Hát ez is azt támasztja alá, hogy akkor ez durvább. Nem, ez az oltás miatt. Tehát az oltás kevésbé hatékony, és a szövődményekben sajnos egyre többen elkapják, és egyre többen halnak meg. Durvább, egyezértek veletek, durvább egyébként. Tényleg ez így van. De azért ez már gyakran előfordult az elmúlt évtizedekben. Tehát most egy elég súlyos évben vagyunk. Úgyhogy az elmúlt 3 évben hozzászoktunk, hogy az influenza egy ilyen kis lájtos, könnyed betegség, és ugye ilyenkor jövünk rá, hogy hát nem is ennyire lájtos, és az, hogy az oltás idén úgymond egy kicsiket elrontották, ez nem jelenti azt, hogy a következő évben nem kell mindenkit beoltatni. Te nagyon tolod ezt az oltást, nagyon tolod, mi van, kicsi a próbolítékokat kapsz, vagy mi van? Vannak olyan országok, mindig ide kanyarodunk vissza, hogy oltás, ez hihetetlen. Figyelj, vannak olyan országok, ahol az emberek elképesztően egészségtudatosak, és a magyar 15-20%-os átoltottsággal szemben ezekben az országban elérik a 60-70%-ot. Mérges vagyok. Tehát ha van egy olyan dolog, ami megvéd minket a betegségektől, akkor tessék alkalmazni. Aha. Jó, én meg viszont azt mondom, hogy ha nem vagyok veszélyeztetett, én inkább leszek 1 hétig beteg, én nem oltatom be magam. Most ahogy ti ne oltassátok magatokat, legyetek betegek. Kicsit elengedtél bennünket. Figyelj, mikor indul el? Vagy meséld, hogy ez északi félteket, déli félteket, tehát nyáron miért nincs? Ezek nyilván teljesen hülye, kicsit direkt laikus kérdések, de hogy van ez, hogy egyszer csak ő elindul? Honnan indul, hova húzódik vissza, mi történik, amikor nincs nyár? Miért nincs, ha közben a meleg tesz neki jót, miért mindig télen éri, de hogy van ez? Ezt az ember nem érti. Nagyon egyszerű, hát ugye látjátok, nagy iskolás gyermekek között terjed. Mindig
ők azok, akik között ugye a legtöbb beteg előfordul, hát nincsen nyáron iskola. Ráadásul a déli széltekén ugye télen szeret terjedni a hideg, ugye a megfázásokkal, a szövődményeivel, logikus, hogy azt szereti, hogyha hidegben az emberek ugye megfáznak, és ez ugye télen fordul elő. Egyébként változtatja ugye a földgömbön a helyzetét, nyáron a déli széltekén van, télen az északi féltekén. Ezért szokták megállapítani a törzseket is, ugye, ami nyáron a déli féltekén volt, valószínű az fog fölülre. Uh-huh. Tehát ő a hideget szereti tulajdonképpen? Igen, de mindig itt van. Tehát, hogyha néznénk az embereket, akkor nyáron is lennének influenza megbetegedések, csak őrült ritkán vannak. Télen ezek felszaporodnak, és ezért van. Gyengébb az immunrendszer, plusz ugye nincs a nagy terjesztő réteg együtt az iskolások. Így van, hát ugye az iskola, ugye mikor indul, amikor visszamennek a gyerekek a téli szünetből. Magyarországon jellemzően, ez ugye január-februárban zajlik, lassan egyébként vége van, még egy-két hetet kell kibírni, és vége lesz. És lesz egy ilyen nagy hullám még a végén, mert ez mindig elő szokott fordulni, hogy ugye beüt, elindul, picit csendesedik, és az utolsó a kihalás előtti pillanatokban még az influenza egyet. Még 8 felé mutálódik, igen, és akkor még odavánk. Hát ott vagyunk, hanem 100 000 volt az elmúlt héten a orvoshoz forduló száma, ami hatalmas szám az elmúlt évekhez képest. Tehát ti is jól látjátok, hogy rengeteg beteg van, rengeteg beteg. Na van. És akkor még egy dolgot mesélj el nekünk. Van az influenza, ami ugye vírus, amire nem jó az antibiotikum. Mi történik akkor, amikor a negyedik nap elmész az orvoshoz, mert már nagyon eleged van, és azt mondja, hogy hát akkor egy 10 napos kúra. Hát erre megint itt mondjak én, mint infektológus. Tehát én abszolút amennyire az oltásokat szeretem, annyira ellene vagyok a felesleges antibiotikum kezelésnek. Az influenza vírus fellazítja a légutakat, ezáltal a baktériumok sokkal könnyebben jutnak be. És ebből kiindulva nagyon sokan feltételezik azt, hogy 3-4-5. Nap után, hogyha az illető lázas kölyök, akkor valamilyen bakteriális fertőzése van, és gyakran adnak antibiotikumot. Jól meg kell ezt gondolni, meg kell nézni a beteget, meg kell vizsgálni, és akkor kell eldönteni, de nem automatikusan, nem, soha nem automatikusan kell antibiotikumot adni. Hallottátok, Indiában vannak már olyan baktériumtörzsek, amire bármilyen antibiotikumot adnak. Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy igen, én is olvastam ezt a cikket néhány héttel ezelőtt, hogy azért veszélyes, mert a sokszor adott antibiotikum egyszerűen hozzászoktatja őket, és már rezisztensé válnak. Tehát előfordulhat mondjuk 10 vagy 15 év múlva egy olyan bakteriális törzs, amire egész egyszerűen nem hat az antibiotikum, és úgy, mint a spanyol láthatóan, hogy elkezdenek nagyon sokan belehalni, és nem lesz ellene ellenszer? Az a baj, hogy a gyógyszergyárak leálltak az újfajta antibiotikumoknak a tesztelésével és a kifejlesztésével, mert úgy gondolták, hogy ma már elegendő az, ami a földön van, úgyhogy most őrülten elkezdtek dolgozni újabb és újabb antibiotikumon a rezisztens törzsek ellen. A jó hír az, hogy dolgoznak rajta, úgyhogy pár év múlva ebből már nem lesz probléma. Ők Indiában össze kell kapni magad, ha túl akarsz élni, érted? Ha ott vagy baktérium, azért... Ne végeztes plasztikai műtétet Indiában. És egy csomó indokot tudok még mondani, hogy mit ne csináltassam. Van olyan ismerősöm, aki elment egy 3 hetes indiai kurára 4 évvel ezelőtt, és még mindig nem tudnak rájönni, mi baja van. Tehát, hogy nem, olyan törzseket, olyan dolgokat hozol haza, hogy itt Európában egyszerűen, hogy fogalmuk nincs. Tehát, hogy effektíve fogalmuk nincs. Igen, de ugye trópusi betegségekkel is foglalkozom, hát elég komoly gondokkal tudnak hazajönni. Eszükbe se jut kiutazás előtt, hogy olyan területre mennek, ami azért egy kicsit különbözik a magyar klímától. Te egyébként, mint infektológus, mit csinálsz? Tehát van valami koktél, amiben te hiszel? Hogy azt mondod, hogy magas D-vitamin, magas C-vitamin gyerekek, meg vagyok, 5 éve nem voltam beteg. Vagy azt mondod, hogy ha valakinek ezt el kell kapni, akkor bármit ehet, ihat, egyszerűen nem tudsz ellene védekezni. Az utóbbi, ugye. Ha a D-vitamin védene, akkor szerintem az elmúlt néhány 100 évben rájöttek volna, és az egész emberiség D-vitamint enne, és nem lenne beteg. De hát nem azért egyet nyugodtan, csak úgy mondom. Na tudom, ne egyek D-vitamint, és oltassak. Hagyjuk a D-vitamint. Tehát nincs neked se olyan, hogy mit tudom, napi 3000 milligram C-vitamint, X D-vitamin, ilyen tea, és ezzel te megvagy. Egy kiló citrom héjastól. Az a baj, hogy én annyi beteggel találkozom egy nap, hogy az gyakorlatilag egy városnak is elég, úgyhogy ha nem elég beoltva, bármi is elkaphatom, tuti, hogy elkaptam is ezért teljesen védtelen vagyok. Ja, hogy te oltatod magad. Aha. Így van, természetesen. Neked kell is, kötelező, nem? Így van, hát akik betegekkel foglalkoznak, pláne immunhiányos betegekkel, tudjátok, én szegény jó étesekkel foglalkozom, nekem ez muszáj. Kézmosás segít az átlag embernél? Mert abszolút. Itt most már olyan sztorik vannak kézmosásban, te, hogy egyesek felesége éjszaka megmossa az alvó férje kezét. Egyébként igen. Ez a feleségem, ez a konkrétan a feleségem, igen. Nem úgy terjed, mint a kanyaró, hogy egyet szintent tesz, és a metrókocsi úgy, ahogy van, megfertőződik. Tehát az influenza azért jóval alacsonyabb a fertőzési rátája. Itt inkább arról van szó, hogy a gyerekek, ugye arról van szó, iskolás gyerekek, óvodások, akik a
szájukba nyúlnak, szemükbe nyúlnak, fertőzött eszközöket, játékokat tapogatnak, viszik át egymásnak. Tehát tényleg a kézmosás a megfelelő higiénia véd. Illetve nagyon sokan azt csinálják, hogy a felnőttek beoltatják magukat, és akkor nem kapják el a gyerekek tőlük, persze a gyerek elkapja az iskolában, meg az odában. Ha. Szép egy ilyen vírus, ha belenézel a mikroszkóba, hogy látható ez így? Ezek olyan gyönyörűek, olyan gyönyörűek? Szépeket tudnak csinálni róla. Tényleg szépeket? Nem olyan csúnya, mint az ebola, tehát olyan giliszta, hanem ez ilyen szép, kerek, színes. Jó, tudom, hogy az ebolára is csak azért mondod azt, hogy csúnya, mert ezt kell mondani, egyébként bepisülsz a gyönyörűségtől, amikor belenézel a mikroszkóba, és ott néz veled szembe, tehát te, mint infektológus, gondolom, hogy erről már beszéltünk, egy ebolától is szinte elsírod magad a gyönyörtől, hogy belenézheted. Ott van, és látod, nem? Hát azért ez nektek... Mostanában nem beszéltek róla, pedig ugyanúgy van még ebola járvány, csak most már nem van. Hát így, nem lett akkora, ugye, amekkora, hogyha egy mondatot erről beszélhetünk, amikor mi ugye pont kint voltunk Afrikában, előtte indult el a nagy szó, és akkor azt mondta mindenki, hogy ez világméretű lesz, de legalább kontinensnyi. Na most ahhoz képest megállt, vagy nekünk nem jók az infóink? Megállt, sőt már lassul. Hát azért ugye ehhez szoros kontaktus kell, vagy hullát kell csókolgatni, szóval azért annyi hullát nem lehet csókolgatni, hogy egész kontinens kipusztuljon. Tehát nem. Én szeretem ezeket a WHO által felbecsült számokat, tehát honnan tudják, hogy egy afrikai kicsiny város mellett egy kicsiny faluban még hány halt meg. Tehát ezek annyira ilyen megközelítő számok, nem? Hogy pontosan meg se lehet mondani. Tehát hát amikor nem veszik fel a mobiltelefonját egy-két hétig, akkor már gyanús, hogy az illető nem. Igen, jó, vagy nem ment el a vasárnapi piacra kecskét árulni, igen. Exaptvérés, tényleg. Igen. Na jó van, hát János, köszönjük szépen a segítséget. Hasznos volt, köszi. Elkezelebbi járványig, sziasztok. Hello, ciao, köszi, Dr. Szlávik János infektológusnak, köszönjük szépen. Hát ez az, nem tudsz mit csinálni. Jó, akkor nem? Azt mondja, ne járasd iskolába a gyereket, mert elkapja, mossál kezet, D-vitamin, C-vitamin, tök mindegy. Tehát most gyakorlatilag így állunk. Az ő olvasatában, nem? A János olvasatában. Igen. Hogy tök mindegy, a D-vitamin, C-vitamin. Mi az, hogy két hét és elmúli? Mi a vége? Hova megy? Na, hova? Ki megy belőled? Eltűnik. De most tényleg nézzük már. De gyerekek, ott vagy, elkezded szedni a ízét, vitaminokat, teázol, és megijed a teától. Nem hiszem, hogy egy kamilla teától azért összetolja magát. Igen. Benéz, igen, és kamrádban látja, hogy ott van, igen, a nem tudom milyen házfotel, és akkor összetolja magát. Igen, igen. Na jó van, köszönjük szépen, János, aki még bírom, jókat mond. Gyorsan nézzük még egy-két közlekedési hírt. A 4-es úton Debrecen és Ebes között van egy trafi, mindenki figyeljen. Ez a 214-es kilométernél van, ezt Szeni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ha a tetves Gané főnököm nem vonna le a fizetésünkből, amikor tápénzre megyünk, hogy kigyógyuljunk az influenzából, akkor talán nem jönnék be betegen dolgozni, és nem fertőzném meg egymást. Akkor lehet, hogy nem terjedne ennyire. De szerintem az őszinteséget. Azért ebben volt indulat. Igen, igen. Influenzás, egyen almát. Az mindenre jó. Hát te szoktad mondani, minden nap egy alma és a doktor alma. Igen, egyébként tényleg így van. Igen, azt mondja, hogy... Egyéb zabot. Látod, Feri? Lókolbász, öcsém, azt minden megvan oldva. Abban van zab a lókolbászban, hiszen a ló ugye zabot fogyaszt. Tudod, mint sírnék nagyon, ha egyszer a Gábor fölhívna bennünket itt csütörtökön. Hogy nagyon beteg? De látod egyébként, hogy nem. És nem. Basszus, jól van. És nem. Egyébként jól van. Igen. Hölgyeim és uraim! Öreket becsatolni! Hangerőt feltekerni! Ez történt a Morning Show-ban! Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Még. Tegnap kérlek szépen vásárolni voltam, egy új mozgalmat kéne indítsunk, a szakembereket minden boltba típusút. El kellett mennem egy olyan nagy boltba, ahol felújításhoz, festéshez lehet kapni dolgokat. Újítjátok a kamrát? Figyelj, már nem bírtál a sonkákat, meg a kolbászokat, ráadásul tényleg ilyen két marha nagy konzolt kellett vennem, amire egy 100 kilós cuccot kell föltenni. Húzaszkodni akarsz? Én? Hát 100 kilósat az azt hiszem, hogy magadnak csinálsz a hálószobában valami. Akkor 150-ig kellett volna ezt a konzolt megvenni. Megveszem a konzolokat, és lesétálok arra a részlegre, ahol vannak a dűbelek és a csavarok. Ugye a dűbel, amit a falba beteszel, és abba behajtod a csavar. Állj meg egy pillanatra. Mi az a 100 kilós dolog, amit föl lehet rakni? De ekkora sonka nincs, ekkora kolbászok nincs. 100 kilós sonka. Dolgokat akarsz felkezdeni, azokat összesen nincs 100 kilónak a lakásomban, bármi, amit föl lehetne akarsz. Mosógépet teszel a falra? Hát, az sem annyi.
ilyen 100 kilós dolgokat akasztasz te föl egy társasháznak a negyedik emeletére. Egyelőre maradjon ez még titok, hogy mi az, amit erre rákerül. Élő disznót nevesz már az erkélyen, és oda akarod fellógatni? Vagy látod, egymás fölött lesznek a disznók. Ja, állítólag vágtak már disznót a Havannán. Meg tartottak lovat a 8-on, igen, nem tudom, hogy ez legenda vagy nem legenda. Állítólag ez megtörtént. Na mindegy, hogy 100 kilós dolgokat kell fellógatni, igen. Igen, oda mentem az emberhez, hogy legyen kedves segítsen, mert én nem vagyok egy nagy műszaki ember, befúrni be tudom, de mondja meg, hogy mi kell hozzá. És ingatja a fejét a fiú, már hogy megyek felé a két izével, a két ilyen szerkezete, ingatja a fejét. Mondom, jó napot kérlek, ne haragudjon, meg tudnám mondani, hogy milyen csavarokat. Tovább ingatja a fejét. Mondom, elnézést, tud beszélni? Elnézést, maga magyar? Igen, tudok, nem én vagyok az illetékes. Ott állt a sor végén, tehát a polcnak a végén, ahol ezeket a csavarokat árulták. Hát mondom, tesó, jó van, akkor kit kérdezzek meg? Ott áll fönn a mester. A mester egy létra tetején állt, és valamit rendezgetett. Fölül fölkiabálok nekem, hogy jó napot kívánok, kéne segítség. Lenéz rám, tovább rendezget. Mondom, ne haragudjon, tényleg kéne segítség. Lejött, mondom, hogy mit kéne megvegyek ahhoz, hogy ez ne szakadjon le. Na most azt képzeld el, hogy... Mondja, hogy Rákóczi úr inkább fekvőtámaszozzon. Nem mondtam? Igen, hagyja a francba ez a húzózkodás, 100 kilószak, inkább nyomja a fekvőtámaszt. Igen, és magának egyébként se 100-as kell, hanem 150-es. Igen. Tehát nem 100-as kell. Letolt a szemüvegét, így rám, jó, menjünk Adán Pancsot. Volt ceruza a füle mögött, és kertésznadrágban volt? Ez a klasszik? Igen. Ugye ilyen, tudod? Így, ahogy mondom. Ceruza a fül mögött, kertésznadrág, és finge nincs semmi. És a colstok az így kilóg egy kicsit a felső zsebből. Kérdezel kettőt, és fogalma nincs, és néz rád hülyén. Igen, megvan ez a típus. És elkezdi a ceruzát babrálni a füle mögött, és a másik füle mögött pedig egy cigicsík volt betéve, hogyha véletlenül ki lehet menni. Odállunk a polcer, és ilyen nagyon szépen meg van csinálva, hogy ami zöld színű dobozos, az kis súlyokra van, tehát 10 kilóig. A sárga az mit én? Odáll a zöld doboz elé. Mondom, ne haragudjon, uram, biztos én nem tudok olvasni, de ide az van írva, hogy 10 kilóig jó a történet, nekem meg egy ilyen 100 kilós cuccot kéne föltenni. Rám néz a csávó, na de uram, egy konzolon 3 luk az 30 kiló, két konzol az már 60. Ha vesz még 4 konzolt, akkor meg lesz a 100-as. Tehát 4 konzolra tett föl azt, amit egy konzolra föl lehetne? Hát kettőre kell föltenni. És vegyél több konzolt, mert eloszlik a súly. És mondtam neki, hogy ön egész biztos, hogy félreért engem. Ez a 2 darab rohadék konzol van a kezemben, és nem is lesz több. De hogy nem lehetne, hogy kitalálj... Bácsi, nem volt a helyzet magaslottan. Na, átmentünk a pirosokhoz, ott az már kibírja. A konzol vastagsága 3 mm, csak mondom. A dűbel, amit betesz a falba 6 centi, ebből 2 centire kilóg a csavar, és ezt a kezembe adja, hogy ez jó lesz. Mondom, ne haragudjon, nem fogja oda a falhoz ez a rohadék csavara. Biztos, hogy nem valami kisegítő osztályon voltál? Vagy nem, ez egy rende, ez egy ilyen nagy bolt, ahol lehet. Azt mondja, majd tesznek alá tétet. Másfél centit ember! Jó. Ezt visszatettük, lebeszéltem róla, ekkor voltunk 40 percnél, már mindenki jól elbeszélgetetek, a két szaki, ha találkozik. De nem akartam elbeszélgetni, és az volt a legjobb, hogy a többi vásárló, ott állt mellettem egy ilyen hasonszőrű fiú, pár évvel idősebb, vagy fiatalabb, bocsánat, mint én, és az így megingatta a fejét, így mondta, hogy engedd el, majd segítek. De mit csinálsz te, amire 100 kilót fel akarsz lógatni? Hát ez a nagy kérdés. Bilincset is vettél, mert akkor van egy tippem. Tehát, hogy esetleg moziba voltál, megnézted? Én nem láttam a szürke 50 árnyalatát. Béka, orzsáláncolok a radiátorhoz fel. Húzlak itt egy csigával a szádba, meg egy biliárgója, azt építitek a szobát, mi? Figyelj, ez történik, láttad tudod, a filmet. Diszkógömbön van, azt tudod, tudod. Hát az marad benne. Apa, mit csinálsz? Építjük a szobát anyádnak, rágerjedt az új filmre. Aha. Kicsit átalakítjuk a szobát, gyerekek, ide most már ti nem jöhettek be. Értem én, szóval sikerült becsúsznotok egy moziba, vagy Béka megvette a könyvet, és mondja, Ferikém, az olyan jól lenne, hogy lekötöznél engem is. Nem mondta neked. De azért már túl vagyunk az ilyen alapfokon, hogy lekötözés, meg a hasonlók, most már kell egy kis fejlesztés. És akkor valóban erre kell a dolog. Még egy csavar csak benne, hogy amikor a következő polchoz nyúlt az emberünk, egy olyan csavart adott, ami átesett a lukon, a konzolnak a lukán. Hú, bácsi nem volt ügyes. Tehát nem. Bácsinak ez az első nem. napja lett. Ő valószínűleg a tapéta osztályról jött át. De akkor miért? Átrakták, és ez volt az első napja. De akkor miért nem mondja azt, hogy uram, ne arra, hogy nem tudok segíteni. Dugják össze a fejüket itt a többi vásárlóval. Én ezért utálom ezeket a rohadt nagy áruházakat, mert 10 percig keresel valakit, aki ráér. Tehát én már mikor elmegyek egy ilyen áruház, a szorongok, hogy kit találok, aki ráér, és a tapéta osztályon találsz valakit, aki hülyén néz rá, hogy ő nem megy át a csempe osztályra, ővi a tapéta osztály, 8 perc azzal telik el, mire megtalálsz egy embert, aki tud neked segíteni. Hát és aztán valószínűleg az is, hogy az sokszor félbolond. Igen, tehát fogalma nincs semmiről. Igen, ő szegény nem nagyon tudott. Nem nagyon tudott. Ilyenkor jön, hogy odáll a számítógéphez és rosszasan. És tudod, az a fajta volt a csávó, aki így nagyon sokáig próbál megsegíteni, hogy azt tűnjön föl, hogy ő most gondolkozik.
te hidd azt, hogy ő ért hozzá, csak de neked a legjobbat. De te látod, hogy teljesen hülye. Fogalma persze, nincs. Hogy fogalma nincs. Fogalma nincs, úgyhogy egy órát körülbelül sikerült 6 darab ilyen csavarral eltölteni, de megvan a csavar, és fönn van a cucc, és... És mondta a béka, hogy Feri, hát nagy ez a milliárd gólyon, de valahogy csak bemegy a számba. A milliárd golyót mindig én használom. Fura ez az állat, fura ez az állat, de akarod, felveszem. Aha, na és milyen a film, jó? Ezek után értem, hogy épül a szoba, de hogy jó a film? Jó béka. A könyv, mert azt hallottam, hogy nagyon soft egyébként. Nagyon soft. Találtatok benne valami újat? Nem, én nem néztem meg, nem? Mondtam, hogy én nem akarok lebutulni, de a béka elment egy barátnőjével, és ők nagyon meghatottan értek haza, és ezután rövid egy órás rajzolgatás után letette az új szobánk rajzát az asztalra. Úgyhogy most azt építem. Muszáj. Húzockodtál rajta, ez elbírja, igen, csörlők, csigák, a gyerekek nem értik, hogy mi épül a szobában, valami nekik szörnyű dolog. Mondom, hogy edzőterem. Nekik azt mondom, hogy edzőterem, de van egy másik funkciója. Fura ez, mikor meglátják az anyukájukat, majd a radiátoros bilincselve. Anya, anya, csináld meg nekünk a mézes kenyeret, mondd meg apádnak, hozza a kulcsot, mert nem tudok. Anyád nem akart edzeni, azért van kibilincselve. Hogy magyarázod ki a gyereknek, amikor megérkezik egy rossz pillanatban? Igen, igen anya, anyád nem húzockodott rendesen, ezért oda bilincseltem a radiátorhoz. Apa, apa, és miért van piros plusz a bilincsen? Ne vágja a kezét, azért még szeretem. Igen. Tehát én nem tudom, ezeket az eladókat egyébként nem értem. Szóval hogy van az tényleg, hogy van az az eladó típus, aki ezt, ha bemész és kérdezel valamit, szinte személyes értésnek veszi, hogy te megmered kérdezni. Akkor minek megy eladónak? Vagy ha utálja a vevőt, akkor menjen máshova. Megvan az a típus, aki olyan szinten sértetten tud rád nézni, ha te kérdezel valamit, nem csak barkácsáruházban, bárhol. Hogy az undor, a lenézés, az életutálat, az ott van az arcán. Az első, ami válasz, amit kapsz válasznak. Én értem, hogy nem szereti a munkáját, de hogy miért rajtam tölti ki, aki még nem talál egy 38-as farmert magának. Megyek. Hát mondom, várja ezt be. Tényleg ne haragudjál meg, hogy megkérdeztem, hogy most hol tudok-e 38-as gatyát nézni. Istenem, nem akartalak megbántani, segíts már egy kicsit, mert nem találok. És nem az van, hogy van még öt pillanat. Vevő. Tudod, és a pillanat. Hogy át a pillanat, és ebből azt érzed, hogy megbántottad, hogy megkérdezted, hogy jöjjön már neked segíteni egy 38-as gatyát találni. Pillanat. Jaj, és hajtogat, tudod. Nem, ha hajtogat, az még hagyjen. Az nagyon fontos, hogy most élére hajtogatsz az ingeket, de hogy gyere majd, egy szembevő vagyok a boltban, semmi dolgod, mutasd már egy 38-as gatyát. Nem, azt mondja, megyek, és leteszi a telefonját. Nem ugye, mert épp SMS-ezem. Igen, és konkrétan megsértődik. Tényleg utálja. Én tudom, nem jó 10 órát állni egy boltban, meg én sem, valószínűleg én sem szeretném. Jó, de ha már ott állsz, akkor nem. Én arra gondolnék, hogyha bejön valaki, és legalább mutatnom kell neki egy 38-as gatyát, azzal elment 2 perc, és történt valami, nem? Állnak ilyen félhülyén, ilyen oxigénhiányos állapotban, a nem szellőztetett boltban, tudod, teljesen elhűlve, és megsértődnek. Ugyanez a barkácsáruház. Úgy át kell sétálni egyik szegmensből a másikba, rosszul van. Tehát nem akar ő a tapétaosztályról elmenni. Oda sorolták, de reggel ő a tapétaosztályt húzta, hagyjad őt békét, a kertészosztályon akarsz, mint tudom én, gyomírtót. Ne cseszeges. És azt mondja, és mindig, ők mindig tudják, hogy hol áll a kolléga. Most is azt mondta az első, ott áll a sor, a kisgépes kolléga, ő tudja. Na, én rájöttem, ezek mit csinálnak, tudod, mit csinálnak? Reggel felveszik a munkát, és aztán bujócskáznak. Tehát a barkács áruházakban az történik, hogy egyébként minden osztályon kellene állni a két embernek, ezek elbújnak. Látják, hogy jön a vevő, nekem fix a idán. De. És elindul egy ilyen sakkozás, menekülnek előled. Hogy van az, hogy nem találsz 10 percig embert ezekben a barkácsáruházakban? Tudja, hogy bent ülnek hátul és kávéznak, elhiszed? Vagy egymás elől is bujkálnak már, mert... Szóljál Józsinak a tapétaosztályon. Józsi a tapétaosztályon már nincs, mert elbújt. Nem láttam. Mert elbújt, igen. Misi van, nem tudom, a csempeosztályon, ő sincsen sehol. És azt látod, hogy 8-10 ember a barkácsáruházakban üldöz egy kék ruhást. Ugye? A kék ruhás pedig folyamatosan menekül, hogy ne kelljen senkihez se oda menni, mert akkor rabolják az ő drága idejét. Én ezért utálom. Apacsa 1-2-3, ezt lehetne játszani? Tehát, hogy akkor tényleg csináljuk azt, hogy legyen az áruházban egy ilyen játék, amiért pontot kapsz. Legyen az, hogy, hogy a kék kertész gatyás 500 pont, a csempeosztályos 1000 pont, ha megtalálod, akkor 1000 forintot leírnak a számládból. Na, nem? Találd meg Józsit a csempeosztályon, 1000 forint. Kedves vásárlónk, szeretettel köszöntjük áruházunkban. Mai játékosaink Lajos a csempeosztályról 500 pontot ér. Józsi a kertészosztályról és nem, tapétosztályról Ferenc. Én értem, hogy a vevők is sokszor nyilván nagyon fárasztóak. De az, hogy bemész 4000 négyzetméteren, és így üvöltöznöd kell, hogy egy kék ruhás jöjjön veled szembe, tud neked segíteni, mert ott állsz hülyén, és fogalmad nincs, hogy milyen tapétát hol találsz. Tehát azért az szörnyű. És mi lett a vége? Megoldottuk, ott az a kolléga, mondom, a szintén vásárló kolléga, mint én, így az egyik csavarnál
így oda biccentett, hogy azaz, tegyed, az jó lesz. És akkor mondtam, hogy köszönöm szépen. Ja, és várja, a legjobb volt, hogy már le akartam lázni az öreget így a harmadik szetnél. Mondtam, csak jó, hagyja csak, majd mi megoldjuk akkor, mert itt látom, hogy van egy vásárló kolléga, és ő ért igen, hozzá. Van a típus, aki nem adja fel. Igen. És utána mondta, de nem mutatom a következőt. Nem mutasson semmit. Amikor még emésztőnk volt a házhoz, akkor találkoztunk a legérdekesebb eladó típussal, aki egyszerűen nem tudta megoldani a választ, és tudod, mit csinált? Sose fej, állunk a Viki, és azt mondjuk, hogy van egy por, amit ha te bele öntesz a te vécédbe, akkor az lemegy az emésztőbe, és az egész részt kitisztítja, aha, illetve ha már befolyik az emésztőbe, most már csatornáztak nálunk, akkor ott elbontja a dolgokat. És mondtam, hogy ilyen port adjon nekem. Csávó állt 5 percig, rohadtul gondolkozott, mondta, hogy ismeri, tudja, fogalma nincs, mi a neve, mindjárt jön. A leges legnagyobb trükk. Tudod, mit csinált? Nem jött vissza. De nem is vártatok. Álltunk ott a Vikivel, figyelj, és az, mint az előbb a villamos a sztorinál, hogy idő után már azért nem mész el, mert jön. Már nem akarod megbántani, hogyha visszajön és ennyit keresett, akkor ne legyél te paraszt, aki elmentél. Negyed óráig vártunk, mire rájöttünk, hogy a csávó nem fog visszajönni. Bement kávézni, tuti. És mondom, tesó, a legnagyobb trükk. A leges. Mondom, figyelj, ha még egyszer találkozom veled, kezet fogok. A legnagyobb trükk. Nem tudom megoldani. Bajban is vagyok, nem tudom hova. Megkeresem. Keresem, uram. A csávó nem jött vissza. Álltunk, tényleg 20 percet álltunk. Nem tudom, megtalál megoldani. Biztos, hogy egy ideig nem. Direkt körbe mentünk, és végignéztük, hogy keresi-e valahol. Tehát, hogy elment-e, és már olyan osztályokat is végignéztünk, ahol már nem lehetett, felszívódott. Az milyen? Nem, mert elhagytad az őrhelyedet, ő oda ment vissza. Soha nem jött vissza. Másik osztályra. Vagy lejárt a műszak és hazament, vagy beült hátra, és kukkolt ki, hogy nézd a két hülye még mindig ott van. 20 percen keresztül vádunk. Ő a legmelegebb típus. Jövök mindjárt, és eltűnök. És ő még kedves is az elején. Uram, már is hozom, csak egy másik osztályon van. Elmegyek érte, várjanak. Igen. Tehát van az undok, van aki nem adja fel, és követ téged a pénztárig, és azt mondja, hogy ezt még nézd meg, ezt nézek, jó lesz. Van a kérdésre megsértődő, és van a legnagyobb életművész. Nem tud rá válaszolni, és felszívódik. De jó az indok, azt mondja, hogy neked segítek, elmegyek keresni. Hozom mindjárt, uram, várjon itt meg. Nem láttál még két ilyen tanácstalan embert, nehogy mi álltunk. Fogtátok egymás kezét. Fogtuk egymás kezét, mondom, Viki, valami biztos visszajön. Egy idő után meg már mondtam, hogy menjünk már, hallod, nem fog vissza, és Viki, ne bántsuk már meg, hát biztos kell, tudod, a női lélek. Ezt a kezében. Hát most visszajön, és mi meg nem vagyunk ott, maradjunk már. 20 percig álltunk. Azt elsírom magam. Na, nagyon kemény egyébként, igen. Hát, nem egy egyszerű helyzet, igen. Mi lesz a 100 kiló, amit fölakasztasz? Hagyjad, engedd el. Ha kész van, kész a szoba? Ha egyszer nem mehetünk át, hogy ti átjöttök hozzánk, még Vikivel átmegyünk a szobába. Nem csináltunk egy ilyet. Bérszobáztatás nincsen nálatok? Más a méretezés, de hát, ha tudjátok használni. Figyelj, ha téged oda fel lehet húzni fordítva gyertyállásba, akkor engem... Én mondjuk igaz, hülye vagyok. Akkor engem elbírt. Lefelé megy. De te fejjel lefelé lógsz, érted? Béka felhúz 3 csigarendszeren keresztül, minket ott az ott megsérez. A Vikitek is csak... maga 50 kilójával, tehát minket nem megsérez. Nem a súlyra gondoltam, csak tudod, ha engem lábbal fölhúzunk, és alul pedig még be kell csattantani a bilincset, akkor neked az hozban túl sok. Az nem lesz jó. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.